Te például szeretnél egy nap miniszterelnök lenni, gondolom én. Nincs ilyen terve. Vagy már ezt teljesen letetted? Igen. Tehát te már elkönyvelted magad, hogy te soha nem leszel miniszterelnök. Igen. Mégis melyik titkosszolgálata gondolsz, hogy közel lehetett ez az egész? A magyar titkosszolgálat és az akkori baloldal által vezetett titkosszolgálat? Ebbe hagyd ne menjek bele. Én sok mindent tudok képzelni. Én külföldit is el tudok képzelni, de sajnos hazait is. Én szlovákot hallottam egyébként. Igen, én is. Nem aranypán díjakat kell osztogatni, hanem azt a kovácsolt vaspántot kell leszedni az ő félékről, meg a tehetséges cigányfélékről, ami billogként van rajta. Te jelen pillanatban politikailag hova pozícionálnád magad? Még mindig jobboldali beállítottságúnak gondolod magad? Azt mondanám, hogy se jobboldali, se baloldali, vagy jobboldali és baloldali is. Nekem vissza kell utasítanom, mert tényleg jobban vagyok vele, meg régi. Ne hülyeskedj, vagy örülök, csak hogy... Mm. Volt ilyen időszak, amikor számodra az Orbán Viktor egy példakép volt? Régi időkről beszélünk. De a régi nem... Orbán Viktor, igen, igen, nem igen, igen, kérdezem, igen. Jó, mondjuk azt, hogy a Fidesz tag voltam. Please don't die over the neighborhood. Ahogyan ezt már korábban is említettem, megpróbálok erre a csatornára minél változatosabb témájú videókat készíteni, és ennek elengedhetetlen része az is, hogy néha közéleti témákat, közéleti kérdéseket is érintsünk. És egy ilyen premier adáshoz értünk most el, hiszen beszélgető partnereimmel, Lukács Adorjánnal és Vona Gáborral olyan közéleti kérdéseket érintettünk, mint a cigány-magyar együttélés, a cigányság polgárosodása, a marihuana legalizációja, Puzsér Róbert függetlensége, illetve szóba került még az is, hogy Vona Gábor letette teljesen miniszterelnöki ambícióiról, ugyanakkor, hogy az aktualitásoknál maradjunk, érintettük a Nemzeti Légió kérdését is. Annyit viszont elmondanék előjáróban, hogy aki esetlegesen azt várta, vagy azt várja Vona Gábor nevének hallatán, hogy különböző múltbéli sérelmeinkkel fogunk egymásnak esni, annak csalódást kell okozom, hiszen pont az ilyen állatias ösztönök ellen próbálunk egy ilyen vitával föllépni, vagy pedig irányt mutatni. Szóval a felvezetést nem is húznám tovább, csapjunk egyből a közepébe. Te folyamatosan arról beszélsz, hogy vársz egy második reformkort, egy második reformkort beköszönt erre az országra. Én viszont, ahogy ezt korábban meséltem neked is, én viszont reménykedek abban, hogy ugyanezzel egy időben megjelenik egy első reformkor a cigányság számára, és amire kíváncsi lennék az az, hogy szerinted van-e arra bármilyen lehetőség, hogy a realitásban megvalósuljon bárminemű reform vagy forradalom, szellemi forradalomra gondolok a cigánysággal kapcsolatban, hiszen azt gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyarság számára is beköszönhessen az áhított második reformokról, amiről beszélünk. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök neki, hogy tudunk beszélgetni, és bízom benne, hogy tényleg el tudunk menni majd a témáknak a gyökeréig, meg a mélységébe. Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, vagy amivel indítanék, de szerintem nagyobb esélyt látok a cigányság első reformkorára, mint az egész ország második reformkorára. Tehát egy viszonylag homogén, bár tudom, hogy a cigányság sem homogén, hanem nagyon összetett és nagyon sokféle közeg és összetett szövet, de még szerintem mindig könnyebb ott elérni egy polgárosodást. Én egyébként szeretném ezt a terminus technicus, ezt a kifejezést bevezetni, hogy a cigányság polgárosodása. Mert szerintem az egész országnak a polgárosodása volna szükség, a cigányságnak is egy olyan középosztálybeli létnek az elérése, ami önállóvá teszi az embert, akár a véleménye megfogalmazásában, akár egzisztenciálisan, tehát hogy abból a függő helyzetből, amiben ma én szerintem a cigánytársadalom egy nagyon komoly része beleragadt, abból mindenképpen ki kell emelni. Valóban nem tudom persze, hogy mit értünk az első reformkoron. Tehát ugye itt lehet, hogy a szavak pontos jelentését is tisztázni kell, de én azt mondom, hogy ez is egy rettenetesen nehéz dolog lesz, de még mindig nagyobb valószínűségét látom, kevésbé gondolom utopisztikusnak vagy idealistának, mint az én gondolatomat, az egy szinte egy álom kategória, hogy Magyarországon félretéve a megosztottságainkat, akár a cigány-magyar, akár a jobbal, akár a konzervatív-liberális, akár a vidéki-városi, és még nem sorolom tovább a különféle megosztottságainkat, el tudjunk kezdeni közös ügyeket felvállalni. Tehát, hogyha mondjuk, ha kérdezhetek én is, hogy tudtok olyan mondani, most a cigányság ügyét félretéve, hogy az egész országban gondolkodva, tudtok mondani nekem egyetlen egy olyan ügyet, amiről mindenki azt mondja, hogy szükség volna rá, és mégse tudunk, és meg is tudunk érte mozdulni közösen, tehát hogy félre tudjuk tenni, hogy ki a fideszes, ki a jobbikos, ki az MSZP-s, ki az idős, ki a fiatal. Van meg ennyi, tudunk, szerintetek? Vagy meg kéne? Kellene? Tehát szerintem nagyon sok olyan dolog van, amiről, hogyha az utcán megkérdezel bárkit, mindenki azt fogja mondani, hogy kellene. De hogy képesek vagyunk erre, igazából ez a kérdés. Családon belül erőszak például, vagy a gyermekbántalmazások az ilyen. Szerintem nincs olyan ember az országban, aki azt mondaná, hogy ez nem fontos, vagy és nem tenne érte. Van családon belül erőszak? Hogy lenne, persze, hogy van. És akkor miért nem teszünk érte? Hát azt most attól kéne megkérdezni, akik tehetnének érte. Világos, csak hogy én azt érzem, hogy nincs meg a magyar társadalomban az a fajta minimum, az a fajta közösségérzet,
amikor mondjuk egymással vitatkozunk, azért tudjuk, hogy van egy minimális alap, amiben közösek vagyunk. Én azt látom, hogy ha Magyarországon vitázunk egymással, akkor nincsenek közös alapok. De ha megfigyeljük azt, ez az én véleményem, hogy Magyarországon miről vitázunk egymással, akkor nem a témája a fontos, hanem hogy mit mondott az én oldalam. Pontosan. Akár politikailag, akár rasszilag, bármilyen tekintetben. Tehát annyira demagóg lett az egész ország, hogy most már, hogyha az én oldalam azt mondja, hogy valami vörös, akkor vörös, nincs miről beszélni. A másik viszont lehet, hogy ez tényleg vörös, de mivel az én oldalam mondta, ezért biztos, hogy azt fogja rámondani, hogy már pedig ez fekete. Tehát ez a legnagyobb probléma. Bocsánat, hogy szavarovágok, akkor beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen mi lenne a probléma megoldás, mert abban nyilvánvalóan egyetértünk, hogy a cigány probléma és a cigány kérdés létezik. Aki ezt próbálja elhazudni, az tulajdonképpen ugyanabban a csapdába esik, mint amiben a liberális média, gondolok itt az RTL klubra, aki folyamatosan próbál abban a szerepben tetszelegni, hogy ő teljesen polkorrekt és a kisebbségeket, illetve az elnyomottakat védelmezi, miközben a győzikes új és a múlni a só hatása, még mindig évtizedek kellenek, hogy valamelyest enyhüljön ebben az országban. Szóval, amit én problémának találok jelen pillanatban az az, hogy mindazt a pénzt, amit egyébként különböző önkormányzatok, tehát kisebbségi önkormányzatokra, meg segélyezésre, meg főzárkóztatásra fordítanak, azt miért nem próbálják a politikusok egy cigány középosztály alapjának a letételére fordítani? Tehát én azon az állásponton vagyok, hogy továbbra sem az fogja megoldani ezt a problémát, hogyha ha különböző segélyekkel vagy különböző pénzbeli hozzájárulásokkal próbálunk a cigányság felé fordulni, hiszen ez az évtizedek alatt sem működött. Hanem inkább az, hogy megpróbálni tényleg letenni egy olyan alapot a cigány középosztálynak, ami nincs. Egyébként a cigány középosztály az egész világon nincs, holott tudjuk, hogy a cigányság minden országban jelen van. És talán ebben lehetne úttörő Magyarország. Szerinted egy olyan fátum, amit nem lehet megváltoztatni, tehát nem tudunk elképzelni egy olyan szituációt valamikor az időben, amikor a cigányság, mondjuk maradjunk Magyarországon, polgárosodik, tehát mondjuk nem lesz nyilván mindenki nagyon gazdag, de nem is lesz mindenki nagyon szegény, hanem lesz egy középosztály, amelyiket mondjuk nem lehet megvásárolni, lefizetni, manipulálni, mert hogy önálló véleménye van. Ez az én álmom egyébként, ez megvalósul. De itt a tegnapi eset. Megmondom őszintén, hogy részleteiben menőleg nem ismerem a Törökszent Miklós történéseket, mint a tegnapi nap. Tehát azoknak, akik most nézik ezt a videót, tudni kell, hogy amikor beszélgetünk, akkor épp a tegnapi napon volt az Törökszent Miklóson, hogy a torockai féle nemzeti légió, jól mondom, nem... Azt hiszem, hogy ez az elnevezése, tehát fölvonult Törökszent Miklóson, ahol szembe találták magukat egy nem tudom közel akkora, vagy talán még nagyobb is cigány gyülekezettel, akik már várták őket, vagy akik időközben érkeztek, pontosan nem tudom. Tehát ez a lényeg, hogy amíg a roma vezetők belemennek torockai játékába, mert azt gondolom, hogy ez egy játék, ez torockainak kedvez. Tehát, hogy hergeléssel válaszolni, azt gondolom, hogy öngyilkosság. Tehát, hogy valahogy ezt kellene fölfogni a roma vezetőknek is, hogy amíg úgy próbálnak reagálni egy adott szituációra, hogy tegnap is tették, és beleszaladtak tulajdonképpen torockai játékába, addig soha nem fog polgárosodni a cigányság, és soha nem lesz megoldás. Tehát pont ezt kellene elkerülni, hogy erőre, ne erővel válaszoljunk. Mondhatok egy szerintem polgári lépést, ami a cigányság részéről szerintem polgári lenne? Tehát, hogy azt én mindig is mondtam, hogy sajnos az véd meg bennünket, ami egyébként a gyűlöletet is szítja, az pedig a fizikális erő. Ezt tegnap is láthattuk, viszont szerintem polgári lépés az lenne, hogy mi történne, ha egyszer nem akkor gyűlnének össze a cigányok, hogyha azt éreznék, hogy jönnek a bőrfejűek, és itt most hú, de nagy veszélybe vagyunk, hanem mi történne, hogy akkor gyűlnének össze a cigányok, amikor valakit halálra rugdos egy cigány ember, amikor valaki bemegy egy lottozóba, és agyonver egy 60 éves embert, mi nem akkor gyűlnek össze annak a házánál, rendezik le, és akkor kihúzták a méregfogat. Hát most mit fog csinálni egy nem cigány ember, mit mond? Azt gondolom, hogy egyébként ez nem megoldás. Ez egy első olyan lépés lenne, nem azt mondta, hogy megvernék. Önbíráskodással nem lehet ezt megoldani. Ez nem önbíráskodás. Miért önbíráskodás? Az, hogy kimegyek az utcára, kivonulok, és azt mondom, hogy elég volt belőled. Mert miattad ítélnek meg? Egyébként, tehát láttatok már olyan megmozdulást, ami erről szólt, hogy történt egy ilyen incidens, és valaki azt mondja, hogy akkor most menjünk utcára, mert elég volt, mert ez sem lehet. Tehát, hogy... Nekem amit mondasz, az azért tetszik, mert ez egyébként túlmutat most megint a magyarság, vagy a cigány-magyar együttélés konfliktusai, hanem az egész magyar ország szempontjából döntő, amit mondtál, hogy képesek vagyunk-e a törzsi logikából kilépni. Mert ugye itt mindig az van, hogy minden törzsben, számtalan törzsben vagyunk, és nem csak etnikailag, hanem politikailag, meg különféle szempontokból, és mindig az van, hogy a törzsi logika ugye az úgy működik, hogy ami az én törzsemben történt, az bocsánatos, sőt, az úgy volt jó, az úgy helyes, nálunk minden jó,
ami a másik törzsbe történt, ott minden rossz, még az is, amit egyébként a szívem én tudok, hogy egyébként szép dolog vagy jó dolog, azt is el kell ítélnem, hiszen hát hogy nézne már ki, hogyha én egy másik törzsnek a bármi jellegű dolgát megdicsérném. És amit én most csinálok, a áprilisi választások óta, bár már azt gondolom, hogy politikai pályafutásom utolsó 2 évében is, hogy én magamat is és másokat is arra provokálok, hogy lépjünk ki ebből a törzsi logikából is, és legyünk képesek azt mondani, egy másik törzsbe tartozó, én nem is hiszek ebbe ezekbe a törzsekbe, de vannak, ha hiszek bennük, ha nem. Képesek legyünk jót mondani a másikról, hogy ez jó volt. Mint ahogy akár rosszat mondani a magunkéről, hogy ez gyerekek, ez nálunk nem kellene, hogy beleférjen. És nekem azért tetszik, amit mondasz, nem kell semmilyen önbíráskodás, csak egyszerűen a véleménynek a kifejezése, mert ebben az esetben, hogyha ez megtörténik, mondjuk a török szentmiklósi roma önkormányzat vagy roma közösség vezetői ezt elítélik látványosan, abban az esetben egy ilyen felvonulás alól ki van húzva a méregfog. Ugye, és nem akarok olyan szerepbe tetszelegni, hogy itt most elítélem ezt a felvonulást, mint aki annak idején ilyen felvonulásokon részt vettem. De abban az időben, hogy a mi felvonulásai mögötti szándék, legalábbis ami bennem motoszkált, az volt, hogy fölhívni erre a problémára a figyelmet. Itt azt gondolom, hogy a tegnapi felvonulás, most megint az idő, majd mindenki tegye helyre, tehát a török-szentmiklósi felvonulás az európai parlamenti választások előtti kampányesemény volt. Tehát ezt szerintem ennek a szintjén kell kezelni, és ezért volt rossz szerintem az, hogy bárki erre reagált, szerintem erre nem kell reagálni, úgy érzem, mert itt nem történt semmi. Abszolút egyetértünk. Szerintem ez egy másolás. Tehát, hogy megbeszéltük, ugye nem térünk vissza 2000-re, nem is érdekel minket a 2000-re, hanem én azt gondolom, hogy egyébként nyilván fiatalabb, sokkal forróbb fejjel, amit annak idején te vagy ti csináltatok, annak ugyanilyen rossz következményei lehettek volna, sőt, én azt gondolom, hogy volt is rossz következménye tekintve a roma gyilkosságokért, egyébként felelősnek tartom az akkori vezetéseteket egyébként. De ez, arra beszélj, mert én nem. Nyilván, de hát, hogy ez most ugye mindenki a véleményt mondja el. Persze. De ugye igazából én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyenge hamisítvány, mert most ugye azt nem lehetett kihagyni, hogyha mondjuk én politikai pályára tenném a fejem, és a többségi társadalomhoz tartoznék, akkor valószínűleg ez egy talált pénz, hogy annak idején, akiket a miék ugye magára hagyott, azokat gyorsan össze kell kapkodni, amíg valamelyik párthoz nem tartoznak. Ez egy nagyon jó húzás volt egyébként, csak hogy van egy rakás ember, aki ezt túl komolyan vette, szerintem egyébként ez a fajta demagóg fajgyűlölet egy kinövendő betegség, azt gondolom egyébként, pontosan arról a törzsiességről beszélve, amit te is említettél, mert az ilyenek, mint például, amit a cigányok csinálnak, amit egyébként a zsidók is ezt csinálják, egyébként ezt csinálják a kommunisták, ezt csinálják a fajgyűlölők, ezt csinálják a szélsőjobboldaliak, hogy egymás vállát megütögetik, hogy a másik mennyire szemét. Ebből nem tud történni semmi. De abból tudtunk korábban. Igen. Ez nem ebből kellene kitörni, Ebben az egészben az a rossz, ami most van, hogy én lényegében bármelyik oldalt föl tudom mondani, mert annyira kiszámítható és annyira egyértelmű, hogy ki mit fog mondani, a saját törzsét fogja dicsérni, elmondja a saját törzsének a sérelmeit, és egyébként, ha megnézzük akár a törzsek által felsorolt sérelem rajstromot, akkor azt mondjuk talán, hogy ha tudunk függetlenül nézni, hogy még egy bizonyos százalékban mindenkinek igaza is van. Soha nem próbálták meg úgy kezelni a cigány-magyar együttélést, hogy a cigányságot valamilyen patrióti érzésre tanítsák, és megpróbálják elérni azt, hogy mindenképpen azt a nemzeti önérzetet, hogy mindenek előtt magyar vagyok, és másodlagosan vagyok cigány. Hát, tehát ha ez megtörténne, akkor onnantól kezdve nem kell őket semmilyen szankcióval belekergetni, hogy betartsanak törvényeket, és az országnak, az ország javára dolgozzanak és éljenek, hanem egyszerűen meg kell teremteni a patriotizmust a magyar cigányságba. És valahogy külön kell választani, tehát az elején azt mondtad, hogy a cigányság egy homogén közeg, abszolút nem. A legkevésbé homogén közeg. Hogy nem csak. Igen, de olyannyira nem, tehát, hogy nem csak, nem, tehát hogy szélsőségesen nem homogén. Tehát, hogy tudok neked mondani, hogy ezerféle csoportos lesz cigányságon belül. És pont ez lenne a lényeg, hogy a magyar cigányság szakadjon el a bulgár cigányságtól, a román cigányságtól, a világban máshol fellelhető cigányságtól, mert tulajdonképpen gyakorlatilag semmi köze hozzá, tehát mára annyira idegenek lettek tőlünk, hogy nem kell hozzájuk ragaszkodni. Mi ebben az országban olyan régóta jelen vagyunk, és olyan régóta magyarnak neveznek minket cigányságunk ellenére, hogy már ideje lenne ezt az identitást magunkba építeni, és valamilyen patriotizmust felépíteni. De akkor te is azt mondod, ha a szavaidat jól értelmezem, hogy ez ilyen pillanatban még nincs meg, mert szerintem ez egy persze, tehát erről beszélek, amikor én azt mondom, hogy cigány középosztály megteremtése kell, és patriotizmus kell elérni, akkor tulajdonképpen ezt a modern reform gondolatot képviselem, hogy a cigányságnak egy teljes ideológiai, gondolati, meg minden téren egy hatalmas reformra van szüksége. Tehát ez a beszélgetésünk apropója. Szerintem van cigány középosztály, tehát az a legnagyobb,
Az a legnagyobb. Te, én, és még másik van. Nekem nagyon sok ismerős van, aki... Nem, hagyd mondjam a gondolatot, és akkor számszerűsíthető. Azért nem számszerűsíthető, megmondom, hogy nem számszerűsíthető. Megmondom, hogy miért. Azért nem, mert a magyarságban, és tök mindegy, hogy milyen nációról beszélünk, mert most már a cigány kisebbséghez tartozók is ezt mutatják, hogy Magyarországon a cigány az egy viselkedési forma. Sokkal inkább, mint egy fajta. Tehát a Magyarországon el van könyvelve, hogy tehát a cigánytól egyfajta viselkedést várunk el. Ha valaki nem így viselkedik, az nem cigány. És én ezzel találkozott életem... Kivárja el ezt a... Már melyik? Nem elvárt viselkedésről beszélek. Tényleges viselkedés. Tehát a legnagyobb demagóg dolog az egészben az, amikor történik egy bármilyen incidens, amit kezelhetünk cigánykérdésként, és kiáll egy... Most megígértem, hogy nem fog neveket használni, de Flórit nem lehet kiadni. Tehát kiáll egy Farkas Flórián, és mondjuk ő nem áll ki, bocsánat, mert annyi sincs benne. Tehát, hogy ha fogjuk magad, és kiáll egy cigányvezető, az annyira demagóg dolgokat vesz elő, mintha nem is létezne ez a probléma. Tehát csak és kizárólag a támadással foglalkozik. Pedig az, hogy van ez a... Nem is tudom, hogy minek hívják az új gárdát, és most nem személyes. Nemzeti légió. Nemzeti légió, hogy van ez a nemzeti légió, ez igazából, ez egy okozat. Tehát, hogy ha ezt nem valljuk be, és mi ezt beszélgettük, ha ezt nem valljuk be, ez egy okozat. Ezt na jó, csak ebben a pillanatban. Nyilván meg kell szüntetni, mint okozatot. Amikor te ezt, bocsáss meg, szóval csak fontos. Amikor te ezt kimondod, akkor már kiléptél a úgymond a törzsi logikába. Nem, és erre volna nagyon szükség. Én nem vagyok a törzsi logikában egyébként sem. Sőt, jó, én ezzel, hogy ezt kimondtam neked itt, ezzel felvállaltam azt is, hogy engem egy rakás cigány ember fog leköpködni. Pedig én szeretek cigány lenni, és én szeretem a cigány értékeket, igenis én azt vallom, hogy egy magyar ember, aki még cigány is, az csak több lesz vele, nem kevesebb. Az, hogy egy cigány viselkedési norma van, és a normát nem elvártként értem itt most, hanem egy kialakult viselkedési rendszernek gondolom inkább, az, hogy ez van, az azért lehet így, mert a főleg vidéken, mert a mély szegénységben élő társadalmak törzsiesednek. Tehát ez egy elkerülhetetlen dolog, egy korábbi evolúciós saját törvények szerint élnek, és a többi, tehát hogy mivel neki a túlélés a lényege, hát őt nem fogja érdekelni most ezt valaki komolyan gondol, hogy érdekel egy cigány embert, hogy a Sargentini mit mondott az országról. Vagy hogy érdekli bármilyen hasonló... Csak egy élményt hagyosszak meg veletek, mert hogyha akár ti, akár én, akár bárki ebből a törzsi logikából kilép, én ezt megtettem, vagy legalábbis azt gondolom, hogy ezen az úton járok. Akkor a következőre kell számolni, amit te is mondtál, a sajátjaid, és köpködni fognak a másik oldal, meg egy jelentős része nem fog elfogadni, vagy nem fogja érteni, hogy mit csinálsz, vagy legalábbis nagyon sokat kell azért dolgoznod, hogy egyáltalán bárki is, nehogy az ajtót kinyissa, hanem az ablakon kinézzen rád. Tehát, hogy én azt érzem, hogy megyek át egy hídon, és a híd egyik oldaláról kiabálnak, hogy hová mész, áruló, meg ide-oda rohangálsz. A másik oldalon meg azt mondja, hogy ide ne gyere, te fasiszta vagy, te menjen, te jött velünk, ne állj szóba. De ezt ugyanúgy ti is meg fogjátok érezni, vagy már érzitek is. Mert az egyik oldalon te mindig cigány leszel, ide te ne gyere, a másik oldalon meg miért árultál el bennünket. Hadd mondjak neked konkrétumokat, engedd meg. Hogy ezzel kapcsolatban abszolút. Csak hogy ezt embereknek fel kell vállalni, hogy vannak-e Magyarországon egy kritikus tömeg, és bocsánat, és visszaadom a szót. Van-e Magyarországon egy kritikus tömeg, értelmiségi tömeg, függetlenül, hogy ki honnan jön, aki ezt fölmeri vállalni, aki együtt tud élni azzal, hogy ebben a szerintem pszichésen rettenetes állapotban lévő magyar társadalomban ő minden irányból ütve lesz, és minden irányból lőve lesz, mert hogy lényegében a törzsi biztonságot föladja, és kilép a senki földjére. És a senki földjét kéne megtöltenünk, mert ott van a középosztály. Ott kéne előbb-utóbb oda kéne át szivattyúznunk minél több ember. Tehát azt tudnod kell, hogy amikor én szóvá teszem azt, hogy például szégyellem magam, ha villamoson felszáll egy cigány gyerek a barátnőjével, és elkezdenek hangoskodni, úgy viselkedő zavarják a többieket, esetleg tetlegességig, melyenre is volt például, hogy például fölpofozta a cigány srác a barátnőjét. Én ugyanúgy szégyellem magam, és engem ez ugyanúgy zavar, mint egy nem cigányt, aki jelen foglalkozom a villamoson. De amint erről beszélget, merek egy másik fiatal cigány srácra, és elmerem ezt neki mondani, vagy elmerem mondani a többi
kétségeimet a cigányság viselkedésével kapcsolatban, akkor én ugyanezt kapom, hogy ez már rasszizmus, amiről én beszélek. Hogy ott én hogy lehetnék rasszista cigány létemre? Tehát pont ez van, hogy tőlem jobban cigánykritikus, tehát hogy aki a saját népével szemben kritikus, nem találsz tőlem meg Adorjántól, mert ő még talán még tőlem is. Viszont azt tudnod kell, hogy azokat a cigányokat, akik normálisan viselkednek, és akik tényleg hasonlóan gondolkodnak, mint én, azokat pedig imádom. Tehát rasszizmus tényleg nem lehet olvasni, és mégis ez történik. De az nem mindegy, hogy miért vagy kritikus, neked vannak gyerekeid, ugye? Nekünk is egy kis fiad van, nekünk is vannak gyerekeink. Hát azért vagy jobban kritikus a saját gyerekeddel szemben, mert az sokkal jobban érdekel, hogy mi lesz belőle. És aki az ember ezt tagadja, az hazudik, vagy nem normális. Az ember azzal szemben igazán kritikus, vagy a legkritikusabb, aki iránt a legtöbbet felelősséget érzi. Tehát én is megkaptam egy csomószor azt, hogy én ilyen hazáruló vagyok, meg hogy mondhatok ilyet a magyarságról. De miért vagy basszus, hazáruló? Azért, hát, mert már nem mondjuk, akarod... Nem például mondjuk én kimondtam olyat, hogy szerintem a magyarság jelen pillanatban képtelen bármiféle változtatása, és hogy nem a politikát kellene szidni, hanem a társadalomnak kéne megváltozni, mert amilyen a politikánk, az valójában... a társadalmunknak a tükre. Pedig csak Széchenyit idéztem. Hát pedig csak Széchenyit idéztem, nála sokkal kevésbé szebb szavak, tehát nála sokkal kevésbé foglalatos vagy veretes szavakkal, de ez a gondolat, és én tényleg így gondolom, hogy és ez egyébként a cigányság kérdésére is fontos dolog, hogy ha valami igazán komoly változást akarunk, akkor annak a társadalomban kell először megjelennie. Meg igének erre. És mindig születnie. A politikáról várjuk, hogy Orbán Viktortól, Vona Gábortól, Farkas Flóriántól, Gyurcsány Ferenctől, ne várjuk tőlük. Én azt mondom, hogy itt belül mindenki. De te kitől várod? Én magamtól. Én azt gondolom, hogy akkor lesz változás, hogyha én magamban megváltozom, és az én kis mikrokozmoszomban, akikre én tudok hatni, azoknak ezt elmondom, és velük megvitatom, és érvelek, és hogyha hiteles vagyok, akkor az a kis kör talán változik. Utána az ő kis köreik is kicsit változnak, én nagyon naív a gondolat, elképesztő naív, de én ebben hiszek csak. Ezt gondolom, ez az igazi változás, ez az organikus változás. Én ezzel teljesen egyetértek, viszont akkor beszéljünk arról a problémáról, amit viszont a politikának kell megoldani, ez pedig nem más, mint a vidéken egyszerűen megfékezhetetlen dizájnált dolgok elterjedése. Tehát tulajdonképpen, hadd mondjak erre egy példát, amikor egy nem cigány ember olvassa az újságból, hogy Hajdunánáson 6000 forintért megöltek egy idős urat, akkor egyből nem kell neki tudnia, és nem kell látni a fotót, tudja, hogy cigányokról beszélünk, és el is mondja, hogy cigányok tették. Én viszont teljesen más látok. Tehát amikor elolvasom ezeket a híreket, akkor én tudom magamban, hogy ezt egy drogos követte el. Tehát én nem egy cigány elkövetőt látok, hanem egy drogost. És én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy nációk ellen indítanának háborút, és például erre ösztönözne például Torocka is, ahelyett ideje lenne most már végre a drogok ellen háborút indítani, és azt felszámolni, mert azt tudni kell, hogy a cigányságon belül az idősebb réteget, akik a szocializmusban szocializálódtak, őket nagyon nehéz megreformálni, és szinte majd, hogy nem lehetetlen. Viszont van egy új generációnk, akik már az internet világába születtek bele, és nem csak az van, amit a szüleiktől láttak, hanem betekintést nyerhetnek a teljesen normális nem cigány családok életébe. És ezáltal például, amikor a Dancsó elkezdte parodizálni a Minden Álmod című roma sorozatot, az jobban összehozta a cigányságot és a nem cigány társadalmat, mint korábban azt a politika bármikor megtehette volna. Tehát hidak keletkeznek ezáltal, az internet által. És ahelyett, hogy ezt kihasználnánk, van egy ilyen új generációnk, akik számára hidakat lehetne építeni, hagyjuk őket, hogy egyszerűen elvesztenek, hiszen a szüleik, akik közmunkán dolgoznak vidéken, nem akarok nagyon lövöldözni a számokkal, de szerintem a 80% a közmunkás szülőknek valamilyen téren érintett a designer drogok ügyében. És a designer drogok ellopják tőlünk a fiatalságot és a következő generációt, meg annak a lehetőséget, hogy tényleg eltörténjen valami reform, vagy valami változás ebben az ügyben. Tehát én azt gondolom, hogy éppen ideje, és ezt teljesen józanságpártiként mondom, tehát hogy én abszolút nem kedvelem sem a drogot, sem a drogfogyasztókat, de el kell gondolkodni a teljes drogpolitika megreformálásán, hiszen a szesztilalom egy tökéletes történelmi referencia arra, hogy a tiltással semmit nem lehet elérni, csak még jobban fognak terjedni ezek a nem is tudom, kínai, vagy milyen eredetű. De most akkor az a marihuana legalizálásán el kell gondolkodni, igen, mert a marihuana legalizálása az valamilyen szinten ki tudja szorítani az utcáról a dizájner dolgokat, mással pedig nem lehet kiszorítani, mert amíg 500 forintért hozzájutnak ezekhez a szerekhez, addig ezek az emberek meg fogják. Tudod, miért nem értek ezzel egyet? Ugyanazért, amit az előbb mondtam, én a társadalomban hiszek. Tehát, hogy szerintem te most egy struktúrát, vagy egy struktúrális változástól azt reméled, hogy az társadalmat változtat meg. Én meg pont
fordítva gondolom, a társadalmat kell megváltoztatni, hogy a struktúra, tehát hogy szerintem egy egészséges társadalomban lényegében mindegy, hogy legális a marihuána vagy nem. Egy beteg társadalomban meg legálissá tenni, tehát mi a szesz se tudjuk normálisan használni, világos, hiába legális. Hát mennyi alkohol ez a Magyarországon? Ez a társadalom tehát, betegségben szenved. Na jó, de akkor pont ez, ami gátolja. Tehát hogyha ezt föl tudnánk számolni, akkor utána van arra lehetőség, hogy a társadalom alapból megváltozik, hiszen még egyszer mondom, komplet generációkat fogunk elveszíteni, hogyha félünk kimondani azt, hogy igenis a marihuana legalizálásán ideje elgondolkodni. De még egyszer mondom, nagyon szigorú keretek között, és tényleg úgy, hogy ne legyen ennek nagyobb a kártékonysága, mint amennyit használ. Valamilyen úton módon... Nem vagyok struc, tehát nem a homokba dugom a fejemet. Tudom, hogy a magyar fiataloknak elképesztő mennyisége próbálja ki, vagy akár használja a marihuánát. De ezzel együtt is azt mondom, hogy én nem támogatom ezt, és nem azért, mert valamilyen ilyen ős konzervatív álláspont van, egyszerűen az én józan eszem az azt mondja, hogy szerintem a magyar társadalom nem tudná felelősen kezelni ezt a változtatást, mert egyszerűen nincs meg hozzá a tudati szintje, nincs meg hozzá az az érettsége, hogy tudjon helyes és helytelen között dönteni, hogy polgári szinten tudjon gondolkodni. Mert ehhez kell azért egy olyan polgári autonómia, hogy Magyarországon akár az egzisztenciális, akár a létbizonytalanság miatt az emberek menekülnek folyamatosan pótlékokba. A győzike show is egy pótlék, oda menekül, vagy a kereskedelmi televíziók is pótlék, a marihuána is pótlék, az alkohol is pótlék. Itt. Én meg azért... Világos, tehát hogy ezzel egyetértek, nem... bocsáss meg, ez az egy mondatot még hadd mondjam el. Tehát értem, hogy te próbálod nem a tünetnél kezelni a problémát, hanem a gyökerénél, csak nem tudom, hogy lesz annyi időnk, mert ez, amiről beszélsz, ez megvalósítható. És tényleg, hogyha a színvonal Magyarországon, az életszínvonal és minden más följebben is megváltozna, akkor valószínű, hogy egy elkövetkező generáció már kevésbé menekülne, de mi a jelen pillanatról beszélünk. Hogy mondjam, akkor egy picit másképpen, és akkor az lehet, hogy még provokatívabb lesz, amit most mondok. Tehát még a riposznak is tetszeni fog, hogy szerintem ma Magyarországon mindegy, hogy a marihuánát legalizáljuk-e vagy sem, mert a társadalom így is úgy is elrontja. És én meg egy olyan társadalomban szeretnék élni, ahol szintén mindegy lenne, hogy legalizáljuk-e vagy sem, ez legyen egy értékrendi vita, amit majd folytassunk le akkor, mert egy olyan fejlett és magas szintű társadalom van, amelyik ezt a helyén tudja kezelni. Én meg olyan társadalomban szeretnék élni, és azért nem tudok én pedig ezzel egyetérteni, mert én olyan társadalomban szeretnék élni, ahol mindegy, hogy milyen szert fogyasztasz, nincs az Isten, hogy te 80 éves nőhöz bemész, és megölöd, és megfojtod, mert ilyet szerintem csak egy beteg ember tud csinálni, és én az ilyeneket kivonnám a társadalomból, lehet, hogy gyökerestül, az és akkor ez provokatívabb, mint a tiéd. Az, hogy szerintem, tehát egy én sem akarok képmutató lenni, én ismerek csibész embereket, nyilván mindannyian ismerünk csibész embereket, csak van, akinek lehet ismerni, van, akinek nem, de... Még a legcsibészebből sem tudom kinézni, hogy 80 éves embereket bármiért is bántalmazna. Tehát nincs ilyen ok. Tehát gondolom, hogy itt arra gondol, hogy a társadalomban minél előbb az ilyen embereket ki kell emelni, legyen de természetesen hát törvény hozzá inkább elásni, tehát hogy én vagyok kettőnk közül az, aki... Bocsánat, tehát hogy én ennyire komolyan gondolom azt, tehát én mikor hát, megnézek egy híradást... Igen, bizonyára. A halálbüntetéssel nincsen... Szerintem a halálbüntetéssel... Szerintem nem a halálbüntetéssel van a probléma, és most lehet, hogy most aztán tényleg kiakasztottam mindenkit. Az van a probléma, hogy amíg valaki eljut a halálsorra, addig nagyon nagy százalék benne van, hogy valaki úgy intézte, hogy oda juthasson. Tehát amíg ennek van 1% esélye is, addig nem szabad ezt visszaállítani. Tehát amíg nem lehet ez 100%-os bizonyossága, mert nyilván ugye a törvény is ezt mondja, hogy minden kétséget kizáróan kell ezt bizonyítani, hát azért ugye a történelem azért ismer furcsa kivégzéseket, de egyébként azzal szerintem nincsen baj. Tehát ha most arról beszélünk, hogy bekapcsolod a tévét, szerintem mindenkinek a nagyanyja az, aki az áldozat, mindegy, hogy milyen színű volt, elszörnyűködsz rajta. Tehát, hogy az a fiatal, aki 16 éves létére, vagy 18, és mindegy hány éves, képes bemenni, halálra terrorizálni egy öreg asszonyt, hogy a temetésére félretett pénzt azt adja elő neki, képes megölni, agyonverni, elvenni az életét, azzal te mit fogsz csinálni? És az jutott most eszembe, hogy amiről most beszélünk, ez olyan dolog, mint a polgárosodás, most valahol azért erről beszélgetünk, nem? Tehát, igen, hogy minden egyes pontját vesszük, valahol legalábbis én mindig a polgárosodás hiányára lyukadok ki. Hogy ez egy olyan probléma, amivel a 19. században jó lett volna már megbirkóznunk, nem sikerült, és így toljuk magunk előtt, miközben megjön egy digitális világ, egy digitalizáció, ami meg egy még egy újabb pup lesz a hátunkon, vagy lehet. Hát és aminek minden köszönhetően belelátsz egy másodperc alatt a világban. Ami tök sok jó dologra lehet használni, csak megint itt azt mondom, hogy a társadalomtól függ, hogy mire tud használni egy ilyen technológiai innovációt, egy új ipari forradalmat végül is, egy digitális forradalmat, és hát itt
deepfake dolgok lesznek, tehát hogy akár a halálbüntetésnél, hogy itt a technológia képes lesz bebizonyítani azt, hogy valójában azt az idősnyit te ölted meg. Erről beszélek, hogy mivel ezt ugye nem lehet 100%-osan bizonyítani, ezért el is kell vetni. Aki végignézte, hogy mi történt a Jobbik idején, és ezzel be is fejezzük a visszatekintést a 2000-as időszakra, annak egyszerűen már nem lenne étvágya ahhoz, hogy még egyszer egy magyar gárda 2.0-val ezt az egészet végigvigye, hiszen láthattuk, hogy mi lett a vége. A jobbikosok többsége saját párttársait árulta el, és a Fidesznek adta el magát. Nem tudom, mikor kerülünk adásba, de lehet, hogy már akkor túl leszünk az európai parlamenti választáson, és akik most néznek bennünket, mosolyognak, hogy hát miért beszélünk ennyit a Torockai László féle pártról, fontos... mert hogy nem is ért el olyan eredményt, ami miatt ennyire fontosnak kellene tekintenünk, mert nem tudjuk most mi, hogy ez milyen eredmény lesz. Nem hiszem, hogy mi ezért tekintjük fontosnak. De azért mondom, szerintem nem reagál erre a magyar társadalom miatt. Többsége erre a mozgalomra. Még annyira se, sőt, közel sem reagál annyira, mint annak idén a Jobbikra reagált. Akkor ott az a társadalomnak bizonyosan a hangulatát jelentette meg, ez most meg csak egy ilyen politikai marketing akció. Érdekes, a kettő között különbség amit van. Amit mondasz, hogy mennyire lesz ez releváns egyáltalán még mondjuk egy hét múlva, de azért valljuk be őszintén, és abban gondolom egyetértetünk, hogyha az elmúlt 20-30 évben bármilyen kezdeményezés történt volna annak kapcsán, hogy ez a helyzet, amivel ugye a cigányság szempontjából ugye beszélek itt az erőszakról, a lopásokról, amit ugye az említett illető ugye cigánybűnözésként elevenít fel. Ha bármilyen lépés történt volna, hogy ez megoldódjon, akkor okafogyottá válna bármilyen torockai féle szerveződés. Egy témát, hogy elevenítsek már föl én is. Szerintem... Ez a cigány kérdés, ezzel körbe is jártunk. Nem, szerintem van egy nagyon fontos, amire én mindenképpen reagálni szerettem volna, mert ez nekem egy kulcs fontosságú gondolat, és én magam is képviselem már egy jó ideje, amit mondtál, a hazafiasság. Mert szerintem az embernek szüksége van táplálékra, szükségünk van folyadékra, szükségünk van levegőre, hogy éljünk, de van egy dologra szükség, amit a politika nagyon gyakran elfelejt, vagy hogyha éppen eszébe jut, akkor manipulációra használja fel, ez pedig az identitás. Az embernek szerintem létszükség, élet, tehát hogy nem, az ember meghal identitás nélkül, és amit én látok, hogy jelen pillanatban a cigányságnak a nulladik problémája Magyarországon az identitás hogy probléma. Volt. Hogy a cigánysággal kapcsolatos identitás az én azt nem tudom milyen. Arról például a többségi társadalomnak fogalma sincs, legalábbis nekem pedig. Gyöngyösön a Duránda melletti kertvárosi részben nőttem fel, én fociztam együtt cigány gyerekekkel, tehát nekem nem kell bemutatni a cigányságnak az életét. De ami engem igazán bánt, hogy a magyarországi cigányságnak szerintem hiányzik az identitásának az a lába, hogy ő Magyarországon él, Magyarországon született, vagyis magyar, és hogy neki ez mit jelent. És attól tartok, hogyha ebbe belemennénk ennek a mélyére, és hál' Istennek, hogyha vannak ebben pozitív példák, és tudom, hogy vannak, de többségi értelemben én azt látom, hogy ez egy ki nem beszélt, de ki a pozitív? Egy ilyen szőnyeg alá. Hát kevés. Azt nem mondom, hogy Mága Zoltán. Tessék, nem. Az életem során egyszerű emberek. Mármint ő az, nem is erről van szó, tehát hogy abszolút az. Én találkozom, én most egyszerű emberekről beszélek, akik nekem cigány emberként elmondták, hogy nekik mennyire fontos a magyarság. Vagy például olyan sportolóval találkoztam, aki elmondta nekem, hogy ő neki mindig libabőrös a keze lába, amikor a magyar címeres mezben ott áll mondjuk a dobogon. Tehát ilyenek vannak. Elmondom neked, hogy milyen paradoxon ez az egész. Csak egy utolsó félmondat. Csak annyi, hogy szerintem a legfontosabb feladat az volna, hogy a legfiatalabb generációnál, és nem, lehet, hogy én vagyok a naív, vagy ezt túlértékelem, mint történész, a legfiatalabb generációnál, a cigány gyerekekről beszélek, egyszerűen a hazaszeretetet, a magyarsághoz való tartozást, mint örömérzetet, mint biztonságérzetet, mint identitást meg kellene tanítani, adni, nyújtani, mert hogy egyébként lehet ehhez találni fogódzókat. Nagyon nehéz kérdésben nyúltál most. De szerintem ez kulcskérdés. Ebben az országban egy cigány gyerek, amikor felnő, akkor ő amellett, hogy őrzi a cigányságát, a kultúrát, mindent, ami ezzel jár, büszkén azt is mondja, hogy magyar vagyok. És az ne egy ilyen kétségbeesett segélykiáltás legyen, hogy fogadjatok már el, hanem azt mondja, hogy én magyar vagyok, mert hogy ezért, és legyen hozzá 10 mondata, amivel ezt indokolja. Nagyon sok az ellentmondás ebben a témában. Erről beszéltem ugye az elején. Tehát azért mondtam, hogy ezt szerintem beszéljük ki, mert ez kulcskérdés. Igen, abszolút. Tehát hogy az a gond, ugye, mert először mindig a problémán, és aztán beszélünk a megoldásra, tehát az a probléma, hogy jelenleg a cigányság ellenfélként és ellenségként tekint a másik oldalra. Tehát én tudom, mert én ismerem belülről, hiszen én is ebből a közegből jövök, és tudom, hogy minket úgy neveltek, hogy a másik oldal nekünk
nekünk rosszat akar, mintha egy ellenség kép lenne. És ugyanúgy a magyarságot ugyanígy. Tehát azt tudod kell, hogy én például egyedül cigány gyerekként jártam egy magyar óvodában, rajtam kívül nem volt senki. És én már 4 évesen szembesültem azzal, hogy a társaim arról beszélnek, hogy azzal ijesztették őket a szüleit, tehát hogy a cigányok múmusképként jelentek meg a nem cigány gyerekek otthoni nevelésében. És pont ez, tehát hogy igen, ez amiről beszéltünk, és ezt az egyetlen, ami át tudja hidalni, az, hogyha a cigányságban megszületik egy patriotizmus, és ez valamilyen szinten gyökeret tud verni. Mert tehát ez mindennek az alfája. Ha ezt valaki meg tudná valósítani, hogy akár a törvényhozási szinten, hogy tényleg az oktatási, egy oktatási reformától akár már egészen kiskortól fogva nemzeti identitásra nevelnék a romákat, a cigányokat, akkor igen, akkor elképzelhető, hogy ez beválna. Mert egyébként vannak olyan cigányok, hogy te is mondtad, akik rendelkeznek ezzel a patriotizmussal, viszont az a gond, hogy ők egy idő után már tovább nem cigányok. Mert teljesen asszimilálódnak a nem cigány környezetbe, és innentől kezdve elveszítjük őket, mert egyetlen egy asszimilált cigány sem tér vissza és épít valamit ott, ahol elkezdte, hanem elnyeri a többségi társadalom. Nagyon sok példát tudok rá mondani, Mériában rengeteg van olyan, akiket nap mint nap lát az ember a híradóba, és fogalma sincs róla, hogy romákat lát, pedig minden egyes külső jeggyel rendelkeznek, de mivel normális életet élnek, normálisan gondolkodnak és beolvadtak, ezért onnantól kezdve ők a többségi társadalom számára megszűntek cigányoknak lenni, és a közösség számára. Vagy ha tudnák róla, nem lehetne a médiában, tehát hogy azért ezt is be kell vallani amúgy, hát ugye, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, ez egy örök kérdés. Mindig a tyúkra szoktam szavazni. Én is, hogy remélem, hát, hogy a teremtett világban hisz az igaz. Remélem, hogy úgy volt. És igazából, ha belegondoltok, nagyon nehéz, amit mondasz, hogy kiben milyen identitást lehet nevelni. Nekem olyan szempontból könnyebb helyzetem volt, hogy félvérként láttam ezt a világot is, meg láttam azt a világot is, egyiket jobban szeretem, mint a másikat. Viszont a hibákat is látja az ember, tehát pontosan látja. De akkor pont mondjuk az olyan jellegű gyökerekkel rendelkező emberek, nem tudom, amilyen te vagy, lenne mondjuk, mert te vagy akkor ebben a leghitelesebb, nem? Folytatom akkor. Ez a lényeg, amit most szeretnék mondani, hogy nem tudom, hogy melyik fájdalmasabb egyébként. Tehát, hogy igazából én hallottam már arról az oldalról is rengeteget, hogy büdös cigány, hallottam erről az oldalról is, hogy büdös paraszt. Tehát, hogy az a baj a mai világ és a mai Magyarország, hogy nem szabad igazat mondani. Nem szabad. Ha igazat mondasz, kiutálnak, véged van, nem kell lesz, nem illesz bele a sémába, nem szabad igazat mondani. Csak a törzs igazságot lehet fölmondani. Hogy képzeld el, hogy én azt tudtam mondani, és mondom neked, be kell valljam őszintén, hogyha 3 évvel ezelőtt azt mondja nekem valaki, hogy itt fogunk beszélgetni, felköpök és halálok. Tényleg így van. De megtanultam életesen, egyetlen állandó dolog a változó, tehát a változás, ugye? Tehát ahogy én is változhatok, te is változhatsz. Én azért most is bizonyos dolgokat azt mondom, hogy nem szabad elfelejteni, de valóban itt ülünk és beszélünk, szerintem ez már fejlődés. Egy fél mondatot, hogy fél és ne feledesz. Tehát, hogy a változás sokszor úgy hivatkozunk, hogy megtörténhet. Én meg azt mondom, hogy a változásnak meg kell történni. Tehát ez az életnek a törvényszerűség, hogy változni kell. Jó esetben, jó irányba. Csak tehát, hogy szerintem a változás ne úgy tekintsünk, mint egy ilyen véletlen, vagy ilyen szerencsés együttállásnak, hanem ezt el kell várnunk egymástól, magunktól, legfőképpen magunktól, hogy tudjunk változni. Tehát, hogy én most is úgy tekintek magamra, hogy én mindig akarok változni, és most is nyitott vagyok minden új iránt, minden olyan iránt, ami engem meg tud győzni arról, hogy valamiben tévedtem, én arra nyitott vagyok. Nyitottá váltam, inkább azt mondanám. Szóval visszatérve csak erre a gondolatra, hogy mivel a két világot pontosan látom, ezért nem tudom eldönteni, hogy mikor kinek van egyébként igaza. Nagyon nagy igazság az, hogy nem lehet vitatkozni. Tehát teljesen más politikáról beszélünk egyébként a vidék helyzetében, teljesen más politikáról beszélünk, és ezt is mindig megbeszéljük a budapestiek helyzetében. Nem ugyanazok a gondok, tehát nyilvánvalóan egy vidéki ember nagyon zavar, ha az uborkáját ellopják, még egy budapestit az zavar, hogy kátyúsak az utak, és egyébként ma is dugó volt. Tehát, hogy azért nem ugyanott helyezkedik el a dolog. A másik fele
pedig visszatérve erre a gondolatra, hogy mennyire patrióta valaki, vagy mennyire nem, hiába nevelnek engem patriótának, amikor találkozok az iskolába olyan helyzetekkel, és én most megtörtént helyzetekről beszélek, hogy mindig az a vége, hogy én csak egy büdös cigány vagyok. Jogos. Tehát, hogy ez nem azt mondom, hogy mindig így van, azt mondom, hogy a legnagyobb igazságtalanság az életnek az az, hogy mindig azt találkozik ezzel a helyzettel, aki nem érdemli meg, és aki pedig megérdemelné, az ezt elkerüli. Vagy nem is érdekli. Jogos, amit mondasz, de én nem is úgy képzelem ezt el, hogy most akkor innentől kezdve az iskolákban a cigány gyerekeknek is föl kell állni, és akkor ott nem tudom, ilyen nagyon szimpadias keretek között így beléjük verik a nemzeti identitást. Szerintem példaképek kellenek. Kézzelfogható példaképek, akik erről beszélnek, akik ezt az ki ma, akkor hagy kérdezzek. Ki ma a cigány fiatalok számára az a példakép, aki azt bizonyítja be, hogy ők jó magyarok is lehetnek. És hogy nekik ez a hazájuk. Tudtok olyat mondani, aki József Attila. És nem jó, persze. Miért? Tehát, hogy ha engedd meg, nem véletlenül mondom. Magyar ember volt, én is magyar vagyok. Nem akarok külön példaképeket. Okay, de ezt nem kell most. Jogos, igaz, amit mondasz. Nem, csak hagyd mondjam el, hogy én és akkor nyilván folytatod, mit akartam mondani ezzel, akkor én nem értem. Csak vagy te azt szeretném, hogy teljes meg, amit én mondok. Én nem akarok sem külön önkormányzatot. Nincs szükségem saját példaképekre. Nekem van példaképem az anyám, meg a gyerekeim. Példaképeket tudok válogatni teljesen különböző nációkból, teljesen különböző korokból. Magyar emberek vagyunk, és akkor itt van az, hogy ebből induljunk, hogy patrióta vagyok. Az mellett büszke vagyok a Csoli bácsira, az mellett büszke vagyok, ha már világszinten nézzük, Charlie Chaplinre, ez mellett büszke vagyok Eric Weissre, aki Houdini néven vált híressé. Tehát egy rakás hírességet tudom neked mondani. Csak a te esetedben, te magad mondtad, hogy ugye kettős identitással Igen. rendelkezel. A te esetedben ez könnyebb, és bárcsak így lenne mindenki, hogy azt mondja, hogy nincs szükségem ilyenre. Én azt feltételezem, lehet, hogy nincs igazam, hogy van nagyon sok olyan cigány gyermek, akinek tök sokat segítene az, hogyha volna egy olyan cigány származású példakép, most ugye kettős identitású, vagy teljesen mindegy szerintem, de egy olyan, aki számára azt az utat tudja fölkínálni, hogy én itt születtem, mit tudom én, Borsod megyébe, egy kis faluba cigány fiúként, de egyébként... Kidakat keresel egyébként. Igen, tehát, hogy egyébként én ebben az országban, itt Magyarországon, én nem csupán a cigányságomat, hanem a magyarságomat is büszkén meg tudom élni. Most azt akarjuk mondani, hogy bármilyen kezdeményezést tudsz csinálni anélkül, hogyha nem tetszik, lelőjenek, akkor te is demagóg vagy. Tehát, itt arról van szó, nem csak politikailag értem azt, hogy lelőnek, az emberek is lelőnek. Tehát, mondom, ezt kell vállalni, nem fognak lelőni, lőni fognak rá. Hát aztán, ha ismernél engem, akkor tudnád, hogy én szeretem, ha lövöldöznek. Tehát, hogy én nem csak vállalom, hanem bírom is. Hanem arról beszélek, hogy jelen pillanatban erre mi csináljuk, és nem várunk senkire se, tehát ezért vagyunk itt, és ezért beszélgetünk, mert nem ki akarok menni, és azt mondani, hogy testvéreim, barátaim, meg stb. Van nekem testvérem 2. Tehát, hogy bőven elég. Tehát, hogy érted, hogy mit mondok? Ez a törzsiség, ezt kell megszüntetni, mert én abban hiszek inkább, hogy minden cigányembernek, és minden nem cigányembernek van egy közös pontja, a gyermekekbe vetett hit. Ha ez sem létezik, akkor tényleg nincs miről beszélni. Tehát egy dolgot biztos, hogy mindannyian akarunk, jót a gyerekeinknek. Igaz? Na nehogy elképzeljük, hogy van olyan cigány ember, amelyik nem így kell fel, vagy nem így fekszik le, hogy azért imádkozik, hogy a gyerekének mindene meglegyen. Itt az eszközökről, az útról van szó. De én is erről beszélek, hogy hogyan az eszközökről, lehet annak az útról van szó, de ha már itt a Robi szóba került, mindig kinevet, mindig elmond neki, hogy egy nagyon tehetséges fiatal srácról beszélünk. Direkt nem a magam példáját hozom fel, mert amúgy szeretem magam, de beszélgessünk a Robi példájáról. Ebben az országban, ha cigány vagy, és értelmes akarsz lenni, mert értelmiségi nem lehetsz, értelmes akarsz lenni, akkor egy bizonyos szintig elmehetsz. Ez pedig így van. Tehát velem ezben nem tud senki vitatkozni, mert ezt számtalan alkalommal megjártuk. Bizonyos szintig emelnek, onnan már veszélyt jelentesz, onnan már farkaslóriánokra van szükség, onnan már kolompár Orbánokra van szükség, de mondhatnám, hogy hívják azt a agyfosztott, talán Jobbikos is volt, bocsánat. Igen, persze, ő a te barátod volt, egykor nem még beszélgettél is vele, a kamarás, aki egyébként majdnem
polgárháborús helyzetet hát szóval idézett képzeld, el az ötlettel. Én nagyon hogy, kedvelem az ne, de oké, én is kedvelném, hogyha annak idején láttam volna az Ötvös Gabi bácsi mellett, ő mondta, hogy van másik, ő meg azt mondta volna, hogy autonómia, és tök vicces lett volna, mert nem értettem volna, akkor nem borzasztott volna még el. Az autonómiával én sem értek egyet. Ne hülyéskedj, tehát hogy bár, ez legyen egy következő téma, mert egyébként ezt mindenképpen érintsük, ezt megbeszéltük, csak hogy még azt szeretném ide mondani, hogy a cigányság sem akar autonómiát. A cigányság butasságban tartása az itt le van szerződtetve, tehát az le van fektetve. Hogy most arról beszélek, például van egy aranypándíj, nem tudom, hogy ismeritek az aranypándíjat. Amit az Index osztogat. Egy hölgy kapta. Egy ápoló hölgy, és most előre elnézést kérek szépen tőle. Nagyon komoly üzenete van, hála jó Istennek nem sokan fel sem fogták, mert lehet, hogy jobban fájna. Képzeljünk el egy felhozatalt. Résztvevők tekintetében tévés személyiség, agykutató, ilyen professzor, olyan professzor, festőművész, ápoló, nem tudom. Tehát, hogyha ebben a felsorolásban, és nagyon fontos, hogy legyenek ápolók a cigányok között, de ha egy agykutató mellett meg tudja kapni ezt egy ápoló, és arról szól a kiírás, hogy ki tett a legtöbbet a saját fajtájáért, akkor azt gondolom, hogy le van redukálva ez a szint, hogy meddig jussál el. De biztos, hogy ez van benne, nem. Várjál, hagyd fejezem be. Tehát, hogy én azt üzenem neked, hogy nagyon nagy dolog idáig is el tudsz jutni, hogy ápoló vagy. Ne hülyéskedj, hogy ez... Értem, amit mondasz, hogy persze, hogy milyen jó lenne, hogyha a cigányság föl tudná mutatni, és föl is kell, hogy mutass, hogy vannak agykutatóink és professzoraink. De, hogy én nem ismerem ennek a döntésnek a háttér. Tehát, hogy úgy védem őket, hogy nem érdemlik meg. Szerintem ez egy közönség szavazás volt. Én szerintem az is lehet ennek az üzenet egy teljesen pozitív olvasat. Hogy ez közönség szavazás, vagy nem ugyanarról beszélünk. Hát ledobta magáról a cinket, nyilván... Csak hagyjak egy pozitív olvasatot. Hát azért ma a nem csak a cigány társadalmon belül is, hanem a teljes társadalom belül is, az, hogy valaki ápolónő, és az egészségügyet nem hagyja itt, az szerintem egy nagyon komoly áldozat. A saját életének az áldozat. És ez számomra ez nem egy ilyen megráz üzenet, hogy nem az agykutató nyerte, hanem az ápolónő. Tehát ebben még nem feltétlenül azt látom, ami egyébként lehet, hogy megvan, hogy mondjuk te nem lehetsz értelmiségi, csak értelmes, mert hogy cigány származású vagy. Csak hogy én nem biztos, hogy ezt a díj odaítélésével ezt úgy összekapcsolnám. Még egyszer mondom, igazad van, a díj természetéről beszélek. Korszakalkotót alkotott tett le az asztalra. Ez a természete ennek a díjnak, az aranypán díjnak. Tehát most egy kicsit azért ez olyan, és mondom még egyszer, nagyon gratulálok innen is neki, nagyon nagy dolog, de ez egy kicsit azért olyan, mintha Nobel-díjasok között egyébként most nem akarok rossz példát mondani, de mondjuk a gyógyszerész szakmában nem a gyógyszer, nem a vegyület feltalálóját díjaznák, hanem aki a csomagolást kitalálta. Tehát, hogy jó, mert nem fogunk egyet érteni, de kettő pedig az, amit nem még te mondtál, egy nagyon érdekeset, hogy ez közönségszavazat lehetett. Igen, én meg azt mondom, hogy a történelemből ismerjük, hogy ilyen nagyon fontos döntéseket nem szabad közönségszavazatra ítélni, lásd Jézus esetre, mert ugye Barabbást is megválasztották a saját haverjai a saját városában, amin azóta is csodálkozik egy világ, mert ugye az akkori korban nem kell ezen csodálkozni, az akkori korban Barabbás helyi volt, a saját bandája újra megválasztott, hogy hát persze, hát élhet még közöttünk, elbratyiskodunk. Jézus meg egy messziről jött idegen volt, aki az akkori zsidó törvények szerint badarságokat beszélt, és halálos bűnt. Jó, világos. Szerintem térjünk akkor vissza, és akkor szeretném még valamit nem mondani? Csak ez erre gondoltam, hogy a aranypánttal kapcsolatban, hogy szerintem ami megoldás lehetne, és polgárosítana egy kicsit, az, hogy nem aranypán díjakat kell osztogatni, hanem azt a kovácsolt vaspántot kell leszedni az ő félékről, meg a tehetséges cigányfélékről, ami billogként van rajta. Tehát nem kell ilyen magamutogató kamu aranypán díj, hanem sokkal inkább azt kell, hogy a bilincset verjék le az ilyen emberekről. Kellenek ilyen kézzelfogható példaképek, vagy akár történelmi példaképek. Ha például mondjuk én tudok olyat mondani nektek, olyan cigány embert, aki előtt mondjuk egy szélső jobboldali... Azt hittem azt mondta, hogy Sárközi a legdicsőbb. Olyan cigány embert, aki előtt mondjuk egy magyarországi valódi szélső jobboldali ember, és azt mondja, hogy minden tiszteletem az övé, ez pedig a marosvásárhelyi Puci Béla, aki annak idején, amikor a marosvásárhelyi pogrom volt, a környékbeli cigányságot, magyar identitású cigányságot a magyarok mellé vezényelte. Tehát például, és nem használjuk ki.
Ennek az embernek már nem él sajnos, jótól nagy szegénységben halt meg, nem használjuk ki az emlékét. Nem mondjuk azt, hogy itt ez egy példakép, ez az ember ott vállalta azt a... Pár évvel ezelőtt azt azért felismerte a politika, és a posztumusz ide azért megemlékezett a tettéről. Igen, jó, de nem biztos, hogy ez politikailag kellene. Tehát én megmondom őszintén, most nyilván ez a Kuruc Info majd biztos vezércik lesz, de hogyha lenne Puczi Bélának, nem tudom, van-e, de ha nincs, akkor legyen, ha van, akkor nagyon örülök neki. Én adott év, vagy adott napján, minden évben nagyon szívesen oda tennék egy szál virágot az ő emléke elé. Azt hiszem, a nyugati téren van egy ilyen. Lehet, hogy rosszul emlékezem. De tudod, miért a nyugati tér? Mert ott halt meg, ha jól tudom, hajléktalanként. Igen. Te például szeretnél egy nap miniszterelnök lenni, gondolom én. Nincs ilyen terve. Vagy már ezt teljesen letetted? Igen. Tehát te már elkönyvelted magad, hogy te soha nem leszel miniszterelnök. Igen. Ha valaki a politikát abba hagyja, akkor hagyja abba. Én azt nem zárom ki, hogy adott pillanatban, adott helyzetben, majd lehet, hogy úgy alakul, hogy mégis ez a hívás megérkezik felém, akár belülről, akár kívülről. De én most nem tervezek ezzel. És hogyha nem, ez a hívás nem jön meg, vagy ez akkor annyi minden más van az életben, és annyiféle más módon lehet a társadalomra pozitív értelemben hatni, hogy engem nem ez motivál, sőt, nagyon sokan nevetnek rajtam most, hogy lehet valaki, aki még nemrég miniszterelnök jelölt volt, és a másik legerősebb párt vezetője, és ez csak vlogger, de én úgy érzem, hogy az elmúlt egy évben bizonyos értelemben többet tettem Magyarországért, mint a politikai pályafutásom során. A Bajásóban sokszor elhangzik fel a kapcsolatban az a gúnyos kifejezés, hogy influencer Gabi. Influencernek tartod magad? Igen, de én politikusként is annak tartottam magam. Tehát, hogy az influencer ugye az, hogy véleményvezér, vagy aki hat a társadalom. Mert politikusként is ezt csináltam. Klasszikus értelemben, mert influencerre gondolok. Tehát el tudod-e magad képzelni, hogy mondjuk idővel abból lesz bevételet, hogy különböző márkákat vagy hasonló dolgokat reklámozol, esetleg megjelenítesz a felületeiden? Nem. Tehát, hogy ez soha nem, te inkább ez a közéleti influencer. Azt teljesen kizárom, hogy mondjuk, nem tudom, megyek éppen egy herbál problémával kapcsolatos videót készíteni, és akkor a véletlen az egy Huawei telefont, most éppen aktuális a kérdés, azért így bevillantok, ahogy szállok ki az autóba, ezt elképzelhetetlennek tartom. Azt megmondom, hogy én nem zavarnám el azokat, akik esetleg megkeresnének, hogy szeretnék segíteni ezt a vlogot, és akár a különféle reklám felületeken ezt valahogy elhelyezni, mert hát nyilván működtetni kell, meg nagyon sok tervünk van. Itt hagyd tegyem, hogy senki ilyen megkereséssel nem bombáz, vagy csak nagyon-nagyon halványan, mert aki Vona Gábornál reklámoz ma, az lényegében a NAV vizsgálatjait idézi elő. De én... Miért volt ez ilyen? Nagyon őszinte volt, és arcon csapott minket a valóság. Igen, hát ez a valóság, gyerekek. Hát most lehet, hogy megint nagyképű hangzik egy picit, de hogy képzeljünk egy X országot. Az X országról azt tudjuk, hogy egy normálisan működő ország. Ott a másik legerősebb politikai pártnak a egykori miniszterelnök jelöltje és elnöke lemond, és azt mondja, hogy ő lényegében most már az online világban szeretne élni. Szerintetek egy X országban ez az ember reklámképes volna? Tehát, hogy nem lenne pár cég, amelyik azt mondja, hogy mi lenne, hogyha az én termékem, ami eljut ahhoz a célközönséghez, amit ő megcéloz. Egy ideális világban ez abszolút. Na, Magyarország ezek szerint akkor nem. Egyébként ezzel veled kapcsolatban ez a új generációs megjelenés, mint hogy influencer, ugye már azt mondod, hogy régen is... Én vállalom, csak nem ebben a formában. Nem. Nekem egyébként is volt ezzel egy gondolatom, kicsit úgy tűnik, mint egy ilyen új kör, mert nyilván ugye ez is benne van a kérdésben, hogy kicsit olyan nekem ez, mint a Jobbik, meg az, amit akkor szerettél volna, ugye azért az látszott, hogy neked nagyon nagy hited van ebbe, tehát hogy te azt gondoltad, hogy miniszterelnök leszel azon a választáson. Én abban biztam, hogy választást tudunk nyerni, ha nem is egyedül, de mondjuk igen, az LMP-vel. Hogy az a kérdésem, hogy van-e, tehát Az jut eszembe, nem tudok jobbat mondani, mint ugye a Hollósi Korvinnak a verse, hogy azt mondja, hogy életemmel kezdtem el, háborúban vesztem el. Tehát, hogy egy kicsit ez azért úgy rádillik, hogy gondolod, hogy ez most az élet a halál után? Egyébként? Mert hogy azt mondod, hogy nem gondolkozol most a miniszterelnökségen, nem ezen jár főleg a fejed, úgy értem ezt, hogy... Egyáltalán nem jár ezen. Egyáltalán nem jár ezen. Tényleg, most tudom, hogy politikusnak nem hisznek már el semmit, még ex-politikusnak sem, de hogy... És akkor azt gondoljátok, hogy vagy sokan, esetleg a nézők, hogy itt biztos ez most azért részemről ilyen képmutatás, hogy ilyen álszerénység, amit hogy így... Mert nem mondom ki, egyébként már oda az a görcsülök, hogy mikor térhetek vissza, tényleg nem érdekel. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy az, amit most csinálok,
az, hogy olyan témákkal tudok foglalkozni, ami nem helyezhető bele pártpolitikai keretekbe, és én ezt nagyon élvezem, túl tudok ezeken a törzsi kereteken végre nőni, hogy, és ezáltal fiataloknak a gondolkodására tudok hatni, ezt úgy gondolom, hogy ezerszer többet ér számomra most, mint hogyha ott ülnék a parlamentbe, és 1.056-odjára elmondanám, hogy Mészáros Lőrinc pedig lop. Tagadhatatlan, hogy ez a jövő szerinted? Egyébként tagadhatatlan, hogy ez a jövő? Szerintem ebbe az irányba megy a korong. Én úgy érzem, hogy influencerek vannak, és a online média is. Ez nem pedig jó. Tehát ezt akartam mondani, hogy nekem ez az út. Nagyon komoly vitáim vannak ebből, tehát hogy én ezeknek az influencereknek a 80%-nak, itt sem mondom, hogy kinyomnám a szemét, mert nyilván nem szép dolog, de elhülyéskedjünk már. Tehát, hogy irányba megyünk, tehát ezt most neked tetszik, hogy nem, ebbe megyünk. Meglátom a gyerekemet, és ezeket az embereket, ilyen taknyokat néznek, aki az életében nem dolgozott egy percet se, nem fizetett be egy csekket se, és ezek nagyon úgy fest, hogy meg tudják határozni a mindenkori közös véleményt, az nagyon ijesztő, nagyon drámai, viszont szerintem majdnem biztos vagyok benne, és akkor remélem, hogy tudunk egy 20 év múlva erről beszélgetni, vagy 30 év múlva. Nagyon remélem, hogy amilyen gyorsan ez feljött, azt nem mondom, hogy meg fog szűnni, de át fog alakulni, ezek az elsők, én így hívom őket, ezek el fognak pusztulni. Az én gyerekeimet továbbra is arra fogom nevelni, hogy majd az ilyenekbe tudjanak élni, mert ezek annyira nyomorultak lesznek, hogy nem tudnak maguknak bevásárolni csak az interneten. Tehát nem tudom, hogy beszélgettek-e fiatalokkal, tehát ha nem chatten beszéltek, személyesen meg sem tudnak szólalni, annyira nyomorultak. Tehát hogy nem fognak tudni sem egy jó csajt szerezni maguknak ezek a fiatal emberek. De igazadva, hogy ennek az online dolognak megvannak a nagyon súlyos veszélyei. Én magam is a vlogomban rettenetesen sokat foglalkozom a digitalizáció, mondjuk főképpen közösségi meg politikai veszélyeivel, de ez van. Tehát hogy ezt fölmondhatod, számtalanszor még, hogy ez mennyire rossz, de én meg azt mondom, hogy egyen lépjél előre, és keressük azt a pontot, hogy akkor mit tudunk ebben a világba változni. Mit tudunk ebben a világba tenni? Például tudunk-e olyan influencereket, vagy vloggereket, vagy akárminek is nevezzük, fölmutatni a gyerekeink számára, meg a magunk számára, akik mondjuk az érték, akik valamiféle érték irányt, vagy valós produktummal, értékes tartalmakkal, társadalmi felelősséggel rendelkeznek, és engem még az érdekel, a Huawei telefont is megmutatja, csak a két Huawei telefon között legyen valami kis történés, meg érték, meg tartalom, ami mondjuk nem csak arra ösztönzi a fiatalokat, hogy csetelje meg. Konkrét kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban, az influencerkedéshez visszatérve. Közéleti influencernek tituláltad magad, beszéljünk egy másik közéleti influencerről, ha jól tudom, akkor magánéletben is elég jó barátod, Puzsér Róbert. Ő valójában egy véleményvezér, tehát ő klasszikus és modern felfogásban mindenképpen véleményvezér. Most helyet cseréljük, igen. Szóval a kérdésem az lenne, hogy először is tisztázzuk, hogy hozzám Puzsér gondolatai, személyisége és mindenem nagyon közel áll. Nagyon közel áll. Viszont egy dolgot nem tudok magamba helyre tenni, és ezzel kapcsolatban érdekelne a te véleményed, hogy mennyire lehet őt hitelesnek tartani azután, hogy ő továbbra is függetlennek titulálja magát, miközben egyértelmű, hogy az LMP-től egyszerűen elválaszthatatlan, különösképpen Ungár Pétertől. Hiteles-e az továbbra is, hogy Puzsér Róbert független. Jelen volt az LMP alapításánál. Ő maga is bevallotta, hogy Ungár Péter folyamatosan támogatja őt pénzbeli támogatásokkal, de azt mondta, hogy soha nem veszel tőle nagyobb összeget, mint alkalmanként 100 000 forint. Amivel nekem nincs problémám, tehát ez rendben van, ez helyén való, ha Ungár Péternek tetszik, Puzsér Róbert munkásságot támogassa. De hogy onnantól kezdve lehet-e valaki független, mikor egy pártnak a közvetlen támogatását és a párt egyik pénzemberének a közvetlen pénzbeli támogatását élvezi? Én nem ismerem az ő kettejük kapcsolatát, de én nem, amennyire ismerem a Robit, azt gondolom, hogy tehát, ha valamit nem lehet megcsinálni, ez, hogy Puzsér Robert, te megmondod, hogy akkor itt az A betűt, azt tedd három sorral odébb. Ezt nem mondtam kétségbe. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy tehát szerintem az a bajunk, hogy amikor így elkezdünk közéleti influencerről beszélni, akkor lényegében 3-4 ember jut eszedbe, és nem 50. Tehát, hogy szerintem Puzsér Robertből még kellene 100-150, és az egésznek a tragédiája, hogy mondjuk egy Ungár Péteren kívül lehet, nem tudom, hogy ez hogy van, de hogy ezek szerint akkor nincs más egy Ungár Péteren keresztül, akinek van egy akkora anyagi biztonsága, meg politikai biztonsága, hogy mondjuk támogathassa Puzsér Robertet. Az a baj az egész influencerséggel, meg az most jelenleg, hogy igen, ez van, hogy ki kit támogat, mert nem a valós produktum érdeke. Tehát egy influencer az nem úgy készít videót, hogy én most megmutatom azt, amit én meg szeretnék mutatni. Úgy készít videót, hogy előzetesen belegondol, milyen téma, vajon hányan fogják megnézni,
hány feliratkozóhoz, és hol tudok kopogtatni ezzel a mennyiségű feliratkozóval. Most Puzsér Robertről volt olyan, szó, igen, de Puzsér Robert azért kivétel. Nem, abszolút. Ezt akarom mondani, hogy Puzsér Robertről, mert te mondod, hogy csak ezekről van szó. Azért hozta szerintem, mert Puzsér Robert ez alól kivétel. Hát csak most hagyd mondjak egy példát, mert hogy mi is sokat, ugye mi hárman csináljuk ezt a vlogot, két kolléganőm van, akik segítenek, és hát mi is sokat beszélgetünk arról, hogy hol van az a szint, amíg el lehet menni, mert tudnék én sokkal nagyobb nézettséget generálni. De most például most tegnapi nap, most megint nem tudom az idő kereteket, de tegnap reppeltem egyet. És ugye pont ezen beszélgettünk, mert nagyon megosztó volt itt a kis tímünkön belül. Nem is értem, mi szükség, hogy Funkadelire annak idején, nem? Hogy egy ilyet föl lehet rakni, mert nyilvánvalóan az egész egy vicc. Az egész egy vicc, ahol én tényleg tehetségtelenségemet ott országvilág elé tártam, és hogy nézed a kommentek, az emberek ezt komolyan veszik, és elkezdenek ilyen politikai vitákat folytatni arról, hogy tehát hogy egy törzsi ezért társadalomban világos, engem ez már nem érdekel, és ezt vállalom, de amikor például, ha valaki majd megnézi esetleg azt a beszélgetést, amit GINO-val folytatunk mondjuk, és nem a repről beszélgettünk meg a rep történetéről, bár az is érdekes, hanem arról, hogy mit gondol ő a mostani fiatal generáció gondolkodásról, egy csomó hasonló dolog, amiről itt most beszéltünk, ott előkerül. Azt hányan fogják megnézni? Vagy mondjuk az előtte lévő videómat, ahol arról beszéltem, hogy mit kellene kezdenünk a PET palackokkal. Nem azt mondom, hogy engem nézzen mindenki, de hogy ez valahol engem is sokszor elszomorít, hogyha tartalmakat gyártasz, akkor kisebb a nézettség. És ilyenkor nagyon nagy a csábítása arra, hogy akkor csináljál valami olyat, ami nagy nézettséget hoz. De mi úgy döntöttünk, és ezt tartani is fogjuk, hogy inkább elpusztulunk, úgymond, de nem fogunk belemenni ebbe a kereskedelmi logikába, és ebbe a like-vadász logikába. De mondom még egyszer, arra volna szerintem nagy szükség, hogy minél többen legyünk, és én, és egy mondatot engedjetek meg a reklám helyeként, hogy szeretnék néhány héten belül elindítani egy pályázatot, ahol kifejezetten közéleti vloggereket szeretnék arra kérni, fiatalokat, tinédzsereket, hogy gyártsatási. De vannak ilyenek? Nincsenek, közéleti de én azt szeretném, hogyha lennének, és ezért tinédzsereket, főképpen 10, illetve 20 éveseket akarok megszólítani, hogy gyártsanak kis anyagokat, amiből majd egy zsűrit összeállítok, és akkor kiválasztjuk a legjobbakat, és valamilyen díjakat, meg segítséget hozzárendelünk. Tessék? Nagyon kíváncsi lennék. És erre én is kíváncsi vagyok. Na, örülök neki, mert én is nagyon kíváncsi lennék, és azt szeretném, hogyha ebbe a úgymond influencer meg vlogger világban egyre több olyan karaktert tudnánk felmutatni, akiben van egy ügy, vagy akár több ügy van benne, egyébként ott vannak ezek a gyerekek, valahol ott vannak a kis szobáikban, és keresik a kitörés lehetőségét. Mert talán az első beszélgetésünk folyamán talán az első olyan a gondolat, amire kritikusan tekintek. Ez nem a politika belopakodása a játszóházakba? Én nem. Mármint hogyan értelem? Milyen értelemben? Ahogy kérdeztem. Ez a főhívás. Tudom, az, hogy közéleti vloggereket pályáztatom meg, az nem a politika belopakodása lehet a gyerekszobákban és a játszóházakban? Ez a veszély benne van, és nyilván van az én esetemben hatványozotta, hiszen egy éve még politikus inkább voltam. Inkább az a kérdés, hogy baj-e? Nem az, hogy benne van ez. Szerintem, hogyha attól függ, hogy mit értünk politikán, ha pártpolitika, akkor baj. Ha, ahogy én értem, és a közéletet én úgy értem, hogy pártpolitikától függetlenül társadalmi ügyek. Tehát milyen jó lenne, ha lennének fiatal, mondjuk akár cigány származású vloggerek, akik ezt a témát vannak, tolják. Lelövik őket. Na, de akkor ne hagyjuk, és hogyha van nekik értelmes gondolatok, akkor mutassák meg. Igen, csak hogy pont az a lényeg, a társadalom demagóg. Tudom, hogy sokat használom ezt a kifejezést, ez az igazság. Mert ugyanis azzal, hogy én leültem most veled beszélni, vagy mi leültünk veled beszélni, egy bizonyos nagykör kitaszít magából. Én is kapni fogok gondolatot. De várjál, egy bizonyos nagykör kitaszít magából, pedig aztán én elmondom neked, hogy bárki bármit gondol, én egyébként amúgy jobboldali érzelmű vagyok, tehát azt sem szégyellem, mindegy. Én meg nem, az, hogy én meg már nem, én meg ezen túlléptem. Amit tanultam a jobb oldal, hogy az a jobb oldal. Nem jobb oldal, várjál már egy picit, mert ez egy nagyon fontos moment. De hát én mondtam, közepén voltam egy beszéd. Bocsánat, én voltam a troll. Örülök, hogy zavarok, de hogy el szerettem volna csak mondani ennyi. Tehát, hogy visszatérésből kezdjük, mert ez nagyon hülye lehet megvágni. Ez nem tök jó volt így. Élő volt. Igen. Real, ahogy az orosz mondja, ugye? Tehát, hogy igazából nekem az a nagyon nagy probléma ezzel, hogy miért kell, hogy kiutasítson magából valami, mert egy pontjával nem értek egyet. Nekem például itt van itt van Orbán Viktor, egy rakás dologgal egyet tudok érteni. Sőt, szerintem ezt meg is szoktuk szintén beszélni, hogy egy nagyon...
Orbán Viktor körül a slepp az, ami kártékony. Én hát inkább nomenklatúrának hívnám, de igen, mert ugye nagyon emlékeztet a régi rendszerre. De egyébként egy rakás dologgal egyet tudok érteni, sőt, én még mindig vele tudok a legjobban egyet érteni, amivel nekem problémám van, hogy egy rakás seggfej van benne a brigádban, bocsánat a kifejezésért, és én abban hiszek, hogy előbb-utóbb el fog jönni a totális igazmondás ideje, amikor elmondhatom, hogy nekem ez a lépés nem tetszik, de az összes többi tetszik, ne zárjátok már ki azért. De bocs, csináltam olyan videót, nagyon nagy érdeklődéssel nem tartott számot, pedig azt gondoltam, hogy ez aztán mindenkit érdekelni fog, ahol konkrétan elmondtam, hogy mivel értek egyet a kormány intézkedései közül. De az nem és baj, ami, az ami, nem érdekel. Azok így bezárták a fülüket, hogy ez Isten ments, hogy ilyeneket elbizonytalanítson bármivel a Gábor. A fideszesek számára meg ugye nyilvánvalóan én egy homoszexuális muszlim vagyok, tehát hogy nekik meg nem mondjak semmit. De Zorbán Viktor számodra volt olyan időszak, amikor számodra az Orbán Viktor egy példakép volt? Régi időkről beszélünk. De én a régi nem... Orbán Viktor, igen, 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 kérdezem, igen. Hogy mondjuk azt, hogy hát Fidesz tag voltam, igen, persze, de nekem a példakép az soha nem, tehát így példakép nem volt, hanem azt gondolom, ő a miniszterelnök, a Fidesz vezetője, egy elképesztő tehetséges politikus, akitől nagyon sokat lehet tanulni. És akkor gondoltad volna, hogy egy nap te leszel a kihívója, aki gyakorlatilag karaktergyilkosság áldozatává tesznek és megsemmisítenek? Hát ezt így nem, tehát azért ez ahhoz komoly jósgömb kellett volna, hogy ezt így megjósoljam, de én sokat tanultam tőle, és mind a mai napig lehet szerintem sok mindent tanulni tőle, miközben az egész élete szerintem egy nagy dráma. Tehát ő lényegében szerintem a 2002-es vereség után egy rossz döntést hozott. Tehát hogy 2002-ben ő azt érdemelte volna meg, az 4 éves kormányzás után, hogy megnyerje a választást. És jött egy Medgyessy Péter és egy bűngyenge MSZP, amelyik megverte, ami egy óriási csalódás lett. Ez okozhatott nála egy személyiségtorzulást? Én azt gondolom, hogy gondolj bele, megéled azt, hogy 4 évig tényleg lehet, hogy abban, de biztos a baloldalak most fölsziszenek, hogy hát akkor is ilyen meg olyan ügyek voltak. A 98 és 2002 közötti 4 év volt szerintem az elmúlt 30 év legjobb 4 éve. Politikai hovatartozásról szerintem függetlenül, hogyha valaki megnézi, a legjobb 4 évünk volt. És akkor Orbán Viktor egy európai, polgári, konzervatív politikus volt, egy olyan politikus, akinek, hogyha most megnézem az akkori beszédeit, akkor azzal igen, azonosulni tudok. És 2002-ben az a választási vereség, én ahogy akkor voltam a polgári körében, láttam, ott voltam közvetlenül közelébe, az azért sokkoló volt. Tehát, hogy a magyar társadalom hogy lehet ennyire rövidlátó, hogy nem vesz észre, hogy ezt kell folytatni, ez most egy jó út, ezen tovább kell menni. És szerintem ez már csak az én hipotézisem innentől kezdve, nem tudom bizonyítani, meg nem látok senkinek a lelkébe. Ő erre a dilemmára nem azt a választ adta, hogy megpróbálom újra, és megpróbálom továbbra is ezt a polgári utat járni, hanem azt mondta, hogy ha nektek Kádár János kell, akkor Kádár János leszek. Kaptok. Így van. Szerintem ez abszolút egyetértünk. Hát most a jelenlegi helyzetben? Hát ez 2002-ben valamikor utána ez megfogalmazódott, és most legyártotta egy Orbán Viktorba oltott Kádár János képét, az atyuskát, ami megint ugye a polgárosodásnak lényegében a ami emlékeztet erre, amit mondasz, az egyik, mondom, hozzáteszem, hogy szerintem zseniális a Pali, engem meg lehet senki nem ebbe a körbe, nyilván, azért mondjuk mást értünk zseniális alatt akkor szerintem, de azt mondanám, hogy ami nagyon-nagyon-nagyon nagy butaság a mindenkori vezetés részéről az, hogy a Magyarország, amilyen kicsi, annyira mégis különböző problémákkal bír bizonyos megyékben. És most nem feltétlenül a cigány kérdésre gondolom, bármilyen másik kérdésre. Tehát abszolút, talán nincs két ugyanolyan megye, aminek ugyanazok a problémái vannak. Ma megnézed a Facebookot, bekapcsolod a tévedet, hogy bármit csinálsz. Pont most láttam egy török szemmiklósi, vagy talán lehet, hogy szolnoki hirdetményt. Az ottani képviselő úgy hirdet, hogy üzenjünk Brüsszelnek, és leírja alatta, hogy ő meg fogja védeni Törökszent Miklóst a bevándorlókat. Hol? Vagy melyikektől? Vagy ki? Mert létezik ez a probléma, és én másokkal ellentétben azt mondom, hogy igenis, én örülök annak a kerítésre, stb. Ez mind felmerem vállalni. Mindenki ezt mondja, ez mind felmerem vállalni. De Törökszent Miklóson nem ez a probléma. Törökszent Miklóson az a probléma, hogy van, akinek olyan életkörülményei vannak, mint az állatoknak, van, aki nem mer kimenni az utcára. Ezek a problémák, ezt old meg, míg mondjuk Zalába, azt old meg, hogy az ottani tőzek tavakra adják támogatást, hogy a magyar pont legyen a piacokon, ne pedig a nem tudom honnan származó. Míg mondjuk az ország keleti részén meg arra adja, hogy az utcákba csatornát vezessék be, meg a gázellátás legyen. Tehát, hogy nem ugyanazokra a problémákról beszélünk, és ez a mostani vezetés erről tudomás sem vesz, és egy problémát világít meg, és ráhelyezi.
Most nem akarok én a Fidesz szót szólni, csak meg megint csak nem akarom visszafordítani, akkor ezek szerint ez az ország ezt érdemli? Szerintem igen. Hát... Szerintem igen. Tehát ugye ez is sokan megsértődtek, szerintem Magyarország pontosan azt éli át, amit megérdemel. Engem nagyon érdekelne az a rész, mert most így beültünk ide nagyon barátilag, és nyilván pont ettől intelligens szerintem egy ember, hogy attól, mert más gondoltunk, vagy más gondolunk, azért mi még tudunk beszélgetni, mert szerintem hogy a párbeszéd az, ami odavisz. És említettem neked, hogy én igenis, nagyon sokáig haragudtam, a világra mai napig haragszom, és igenis én felelősnek tartottam a Jobbikot a romák ellen elkövetett mészárlásokba, bűncselekményekbe. Nem azért, mert a Jobbik húzta meg a ravaszt, hanem azért, mert nem utasított ki maguk közül olyan egyéneket, akik ebben a felfogásban éltek, és én bizony azt gondolom, hogy az akkori Jobbik követőknek egy nagyon-nagyon nagy része a legkisebb szánalmat sem érezte, vagy a legkisebb gyász sem érezte. Ha felnőtt emberek iránt nem is, bár szerintem az is nagyon nagy baj, de hogy egy 5 éves kisfiú iránt, az túlmutat nekem a cigányság és a nem cigányság kérdésén. Nekem ez már emberiesség kérdése, hogy tök mindegy, hogy milyen fajta. Nekem is vannak véleményeim bizonyos fajtákról, be kell valljam. Ez matematikai adat egyébként, mint ahogy szerintem a cigány ellenesség Magyarországon is matematikai adat. De azt mondtad az imént, hogy te nem érzed magad felelősnek. Én ugyanúgy felelősnek tartalak téged, mint egyébként hozzáteszem magunkat is, mert ahogy mi nem teszünk érte, hogy a helyzetünk változzon és jobb legyen, és esetleg megváltozzunk akár viselkedésben, vagy akár bármilyen helyzetben, úgy azt gondolom, hogy a te és a te akkori pártársaid is igenis hibásak. Ez akkor annyit tegyünk tisztába, hogy amikor ez történt, akkor én a Jobbik elnöke voltam, létezett még a Magyar Gárda is, és én akkor ezt nyilvánosan elítéltem, és elmondtam, hogy aki öl akár kit, különösen gyermeket, az egy állat, vissza is lehet nyugodtan keresni. És ugye a tetteseket elfogták. Sem a Jobbikhoz, sem a Magyar Gárdához nem volt közük, viszont közük volt például a katonai elhárításhoz és a katonai titkos szolgálathoz, ami engem nagyon sok szempontból elgondolkodtatott, és nem akarok ilyen összeesküvés elméleteket szítani. De szerintem ez azért érdekes kérdés, mert... Abszolút nem provokációnak számít. Nem tudom, és jó is, hogy szóval mondtad, mert hogyha azt mondod, hogy mindannyian felelősek vagyunk érte, igen, a Jobbik esetleg azért, mert meg a Gárda, mert hogy ezeket az indulatokat szította, a mások azért, mert a felelős, mert az ügyel nem foglalkoztak. Tehát hogyha azt mondom, hogy közös felelősünk van ebbe, akkor így vállalom. De az, hogy csak a kizárólag a Jobbik vagy esetleg én felelős lennék, ezt közvetlen felelősség szóba nem jöhet. Jó, világos. Nem, én nagyon régóta szerettem volna ezt a kérdést feltenni neked, és most már kevesebb indulattal, mint mondjuk világos. Közvetett felelősségünk bizonyára sokunknak van, hogy ez a tragédia megtörtént. Még egyszer mondom, akkor is elítéltem, most is elítélem. De ami ebben az egészben szerintem az igazán veszélyes, hogy ez talán 2008-2009 környéke, a Magyar Gárda egy éve létezik, vagy másfél éve. És eljutunk egy olyan társadalmi szituációig, ahol egyáltalán Magyarországon valami ilyen hasonló megtörténhet. És ez azért nagyon fontos, mert én nekem meggyőződésem, hogy valami titkos szolgálati akció volt, aminek hogy pontosan mi lehetett a célja, azt nem tudom. Csak sejtéseim vannak. De a világ az tele van konfliktussal. Az a Kárpát-medence, ahol mi élünk, az egy keleti-nyugati átjáróház lényegében, különféle nemzetközi érdekek töréspontjában vagyunk. És ezért is, ha nem csak szép lelkűségből, meg emberségből, meg hazafiasságból, hanem nemzetbiztonsági okokból is rettentően fontosnak tartom, hogy a magyarság, a cigány-magyar együttélés, most tudom, hogy te ezt másképp gondolod, de hogy ezt a kérdést orvosoljuk, ugyanis, ha ma Magyarországot valaki destabilizálni akarná, mondjuk egy nagy hatalom, és mondjuk megvan hozzá a titkosszolgálati háttere, hogy ezt megtegye, akkor valószínűleg az ő fejével gondolkodva azzal kezdeni, hogy a cigányság és a magyarságot egymás ellen fordítja. És ennek sajnos, ha megvannak a társadalmi alapjai, akkor ezt meg is fogják tenni valamikor a történelem egy bizonyos pontján. Meg kell szüntetnünk, hogy ez bekövetkeztesse. Mert azt gondoljuk, hogy ez nem történhet meg velünk, akkor nézzük még a történelmet, vagy menjünk át Ukrajnába, és nézzük meg, hogy mondjuk az az orosz, meg az az ukrán, aki nem tudom hány generáció óta együtt él, hogyan írtotta egymást pár évvel ezelőtt Ukrajna keleti részén. Lépjünk egy picit a konspiratív elméletek talajára, mert engem nagyon érdekelt ez a téma, amit most így felvezettél. Mégis melyik titkosszolgálata gondolsz, hogy közel lehetett ez az egész? A magyar titkosszolgálat és az akkori baloldal által vezetett titkosszolgálat? Ebben hagyd ne menjek bele. Én sok mindent el tudok képzelni. Én külföldit is el tudok képzelni, de sajnos hazait is. Én szlovákot hallottam egyébként. Igen, én is. Hát a szlovák titkosszolgálatról tudjuk, hogy azért a 90-es évek elejétől elképesztően erős volt Magyarországon, és hogy a legdurvább eszközökhöz nyúltak ellett.
De mivel, hogy mondjam, én nem szeretek, történész vagyok, ezt már elhangzott többször, és ugye ott adatokat kell mindent, és forrásokat kell minden mögé tenni, és ez azért engem, a politikusként erre nem volt mindig szükség, de azért alapvetően jellemez. Tehát, hogy én nem akarok most ebbe ilyen értelmen elmenni, mert az a baj, hogy a magyar társadalom az kapja az ilyenekre, és akkor elindulnak olyan konspirációk. Arról nem beszélve, hogy én nem konkrétan arra szerettem volna utalni, hogy kihúzta meg a ravaszt. Én arról beszélek, szerintem ez két külön sztori, ráadásul ezt... Hanem a társadalmi hangulatra? Beszélek, egyrészt az, hogy ezt megelőzte egy társadalmi hangulat, amiben, hogyha neked igazad van, bár konkrétumot nem mondtál, amiben, ha neked igazad van, egy arra alkalmas közeg volt, hogy el tudják hitetni, hogy ez igen, olyan szinten van most, hogy akár meg is tehették. Igen, mert ugye abban egyetértünk, hogy ha Bencés apátok élnének csak az országban, akkor ezt nem tudták volna eladni. Igen, de és arról beszélek, ami ennél még súlyosabb, hogy a történéseket követően az a nem megbánás, az a tudomásul sem vevés, az a... De szerintem ebben nincs igazat. Tehát hidd el, hogy Magyarországon azért az emberek többsége, miközben tényleg nagyon sok rosszat mondtunk most itt a saját társadalmunkról, de alapvetően az emberek többségében azért van, hogy jó érzésű emberekről beszélünk. Remélem. És egy jó érzésű, én szerintem igen. És a jó érzésű emberek többsége, függetlenül, hogy ki milyen származású, meg politikai hivatartozású, ezt mélységesen elítélte. Mint hogy szerintem egy olasz liszkát meg, és akkor most mindenki előhozhatná a maga... És ez elő is fog kerülni a komment szekció, mert általában erre mindig az a válasz. De nem ez, de szerintem ezek rossz válaszok, hogy akkor hogy ott történt ilyen, nálatok meg ilyen, jó, és akkor közelebb kerültünk. Hogy ennek is legyen nyoma, azért azt én hadd mondjam el, vagy én hadd jelentsem ki nyomatékosan, hogy én az olasz liszkai lincselés sem tartom kevésbé emberellenesnek. Ezt mondom, hogy de szerintem jó érzésű emberek elítélik. Hogy ugyanúgy elítélem tehát, az olasz liszkát, ugyanúgy elítélem a lényeghoz, mint ahogy a cigánygyilkosságokat. Tehát, hogy mi a különbség, és akkor úgy mondom, mint a két világból jövő, mi a különbség egy cigány és egy nem cigány ember között szerintem az, hogy azért azt tudnod, hogy mikor reggel a tévé bemondta, hogy olasz liszkán ugye Szögi Lajost agyonrugdalták brutális állatmódjára, akkor a nem cigány társadalomnak nagy részébe az a gondolat merült fel, hogy ki kell írteni a cigányságot, tudom, mert nagyon sokkal beszéltem. És ugye ez mindenhol, ez sugárzott mindenhonnan. Nekem az első gondolatom pedig az volt, hogy mélységesen szégyeltem magam, ez az egyik, kettő pedig féltettem a szeretteimet, hogy mi fog most következni. Tehát mindig a cigányságnak van egy ilyen vaspántja, és erről mondtam, hogy le kéne verni, van egy ilyen vaspántja, hogy egész egyszerűen bárkinek a bűnéért mindig mindannyiunknak vezekelni kell, és ez marha unalmas. Mert Móri mészárláskor se Weisdon Robert, se senki miatt én nem kerestem fel egyetlen egy többségi társadalomból származó ismerősömet, és nem kezdtem el neki mondani, hogy micsoda szemétfajtád van, 8 embert lőttetek fejbe, stb. Mert nem. De és erre mondtam, hogy ez egy sajnos egy matematikai adatról beszélünk, mert amíg mész az utcán, és ha látsz egy társaságot, akik ugye romák, jönni szembe, esetleg hangosabbak, aki ezt tagadja, hogy van ilyen, az tényleg egy barom, és átmész a másik oldalra, az azért van, mert 10-ből 7 esetben valószínűleg megtalálnak, megkóstolnak, stb., és nem vagy kíváncsi, hogy ez a 3 maradékba kerül-e be, vagy ez is abban a 7-ben van. Ez egy matematikai adat, amit feldolgoz az agy, ad egy figyelmeztetést, és menjél át. Ez ennyire egyszerű. Ezt kéne tudomásul venni, és erre mondom azt, hogy hiányzik a párbeszéd, talán te mondtad, meg a hidak, amiről beszélsz. A kommunikáció. Igen, mégpedig azért, mert nem egymás vállát kell ütögetni, hogy ezek csinálják az egészet, hagyjad már műs, amikor nem tudom, nem erről van szó. Szerintem a párbeszéd probléma esetén a másik problémájának a meghallgatásával kezdődik. Mert ha én tudom a te problémádat, te pedig tudod az enyémet, és ha akarunk változtatni, akkor én azon változhatok, mint egy párkapcsolat. Erről beszélek én is. Amiről, ha akarok változtatni, akkor én először azon változhatok, ami téged zavar. Ha annyira primitív vagy, hogy nem veszed észre ezt, és te nem változtatsz a te oldaladon, akkor nyilván nem tud az összejönni, akkor megyek tovább a másik emberhez. De alapvetően ez a legelső, és erre mondtam, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, nagyon nagy bajok vannak a cigányságon belül, mint viselkedési normában, mint egyébként bármiben. Nagyon hiányzik a magyar identitás, tény és való, hogy nagyon hiányzik a magyar identitás, de nem tudom, hogy mi nem akartuk felvenni, vagy elvették tőlünk. Ez jó. Egy nagyon-nagyon nagy szerintem kérdés. Azt a témát, amit ide jöttünk, jó, abszolút körbejártuk, úgyhogy zárásnak még annyit szeretnék tőled megkérdezni, hogy te jelen pillanatban politikailag hova pozícionálnád magad? Még mindig jobboldali beállítottságúnak gondolod magad?
azt mondanám, hogy se jobboldali, se baloldali, vagy jobboldali és baloldali is, és egyszerre érzem magam bizonyos szituációkban konzervatívnak, bizonyos szituációkban liberálisnak, bizonyos szituációkban szocialistának, bizonyos szituációkban meg nacionalistának. Tehát, hogy én azt gondolom, és ez egy saját elmélet, vállalom, hogy szerintem van ez a négy nagy ideológia, hogy a konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus és nacionalizmus. És nem a négy vitája az egy meddő vita, mert hogy valójában mind a négy alapvető emberi igényekre jött létre. A konzervativizmus azért, hogy rendet szeretünk magunk körül, rendezett világot, ahol megőrizzük azt, amit a múltból ránk hagytak, a hagyományainkat. A liberalizmus az, hogy szabadok szeretünk szabadságot átélni, szabadok lenni. A szocializmus arra épült, hogy meg akarunk élni, nem akarunk éhen halni. A munkánkért meg akarjuk kapni a bérünket. A nacionalizmus pedig az identitásunkra, hogy valahová tartozni akarunk. Miért kell közül választani a négy közül? Én úgy gondolom, hogy nekem szükségem van arra, hogy egy rendezett világban éljek, ahol a hagyományainkat tiszteletben tartjuk, ahol szabadok vagyunk, ahol jólétben élünk, és ahol identitásunk van. Tehát én jelen pillanatban azt gondolom, hogy a jövő számomra és a jelen az azt jelenti, hogy megpróbálok ezen ideológiák fölé, vagy ezek mellé így egyszerre pozícionálni, és lehet, hogy lesz majd egy olyan ügy, amire azt mondom, hogy ez egy konzervatív, mondjuk tételező, lehet, hogy a gazdaságban azt mondom, hogy most konzervatívan kell, vagy éppen liberálisan viselkedni, mert most ilyen a helyzet. De számomra most már nem egy ilyen kényszerzubbony, hogy én liberális vagyok, és nekem mindig liberálisként kell viselkedni. Számomra ez a centrum, amit te mondasz, így van, nekem így van. Ezt jelenti, mindenből a jót veszem ki. Mindenből a jó az abban az adott pillanatban dől el. Tehát nem tudom még azt sem mondani, hogy egyébként ez az, ami általánosan jó a liberalizmusban, hanem egy adott szituációban ott igenis arra van szükség, hogy a liberalizmus értékrendjét, a szabadság fontosságát, meg az egyéni jogok fontosságát vegyük elő, mert itt most erre van szükség. Én azt gondolom, hogy ha mindenben ugyan nem is értettünk egyet, akkor is egy nagyon fontos vitát, egy nagyon fontos párbeszédet sikerült lefolytatnunk. Ami leginkább meglepett, az pedig az, hogy épp egy olyan témában volt köztünk a legnagyobb ellentmondás, ami tulajdonképpen nem is a vitánk fő témája volt, ez pedig a marihuana legalizálása. Én azt gondolom, hogy azzal, amit Gábor ezügyben gondol vagy képvisel, azzal a szavak szintjén egyszerűen nem lehet vitatkozni, ugyanakkor mégis hibának tartom, hogyha valaki idealistaként tekint erre a problémára, hiszen minden egyes kornak, minden egyes ideológiának megvan az utopisztikus világképe, melyben a társadalom eljut egy olyan szintre, ahol már nem léteznek ilyen morális zsákutcák, azonban ez továbbra is egy idea. A koszos és ellenőrizetlen designer drogok jelentette veszély, sőt életveszély pedig nagyon is reális probléma, szóval én továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy igenis túl kell tudnunk lépni a bennünk lakó képmutatáson, és el kell azon gondolkodnunk, hogy a marihuana legalizációja az egyetlen eszköz a kezünkben, ami képes arra, hogy kiszorítsa ezeket az életveszélyes drogokat az utcai kereskedelemből, sőt, mivel mindezt legális keretek között tennénk, amennyiben ez egyszer megvalósulna, akkor az ebből származó államháztartási töbletet, minden egyes adóforintot, ami ebből befolyik, a 100%-ban drogprevencióra lehetne fordítani, és így talán valóban elérkeznénk a történelem egy olyan pontjához, mikor a magyar társadalom felelősen tudna gondolkodni és felelősen tudna eljárni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha még korábban nem tettétek, kérek iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsetek el bekövetni Instagramon sem. Találkozunk legközelebb is, akkor egy teljesen más témával. Sziasztok! Tavesz, Alex, én vagyok Robi. Hello, szia, csumi, puszi. Köszönöm a sorokat, megkaptam. Azóta is várom, hogy de ez nem keleti, vagy havas, havas. Benzem a stíl, ne raklak szavasz. Moje, champagne, röha, Dijon, zsömre, burde, tű, alamizom.